A péntekesti Partizán évadzáró adásában a Tibi Atya Univerzum egyik alapítója, Tóth Máté lesz a vendégem, akivel kezdésként egy igazi kocsmasportban, egy beerpong versenyben mérettettem meg labdaérzékemet és kézügyességemet. Spoiler alert, mindketten elég bénák leszünk. Ezután a vele készített interjúban érintjük a magyar vidékről alkotott sztereotípiákat. Látjuk, hogy milyen az összes kerti idény munkánál, azért folyik a pálinka meg a bor rendesen. Bedőlnek az árokba az emberek a biciklivel és a tévét bámulják a tátott szájjal a kis unikum meg a poársőr fölött a tenyércserző csárdában. Ez a vidék, én ezt mondhatom, mert ott nőttem fel. Az alkoholizmus normalizálásának kérdéseit. Sosem mondtuk azt, hogy menő folyamatosan berúgni. A posztok attól még, hogy erről szólnak, hogy igen, nem tudod megállni, hogy így el a kontrollvesztés szintje után, vagy ezek létező jelenségek. Illetve, hogy miért vannak szexista mémek Tibi Atya csatornáin. Mit ad hozzá ez a Tibi Atya brandhez, hogy ez a humor forrása nálatok? A brandhez önmagához semmit, nem szégyelkezünk senkire beleállni. Ezt mondom, a könnyűvérű nőket támadja. Az interjú után a Partizán Sessionsben fellép a fiatal magyar rapper 666 Ghost, aki elhozta hozzánk a stúdióba az egész bandáját. Kezdünk! Közéleti fő tudatipari late night show-ja. A zenei pódiumon továbbra is a Bújdosó trió zenél, a doboknál Klaus Ádám, a basszusgitárra Szerető Dániel, és a zenekar vezetője Bújdosó János. Soha ennyien nem ültetek még itt ebben a stúdióban, soha ennyi élet nem adtunk még el. Hogy találkoztál a Tibi atyával, mióta követed őket, azt meg szabad kérdeznem? Én a Tibi atyát szerintem az indulása óta követem, és nekem adta az eredeti alpári stílus, és örültem, hogy fokozatosan kiveszett gyakorlatilag a lájkvadászatból. Ha adta az eredeti alpári stílust, akkor miért örültél annak, hogy ez kiveszett? Mert akkor én is máskorban voltam. Aha, jó. Hát ahogy én idősödtem, együtt úgy... Együtt nőttök föl Tibi atyával. Romantikus. Meg szerintem a Máté egy iszonyatosan jó vita partner lenne. Akár egyetértek a posztjaival, akár nem, akár Tibi atyám, akár a saját oldalán teszik ki. Tök jól megindokolja, és igazából szerintem a Máté, ti, mármint a Partizán társalgó, meg még egy-két ilyen oldal van, ahol effektíve vitatkozni lehet, és ez nekem egy igényem. Nem tudom, már hányan vagyunk még ezzel. Jó, oké, köszi szépen. Én nem gondolom magam egyébként kimondott rajongójának. Van olyan posztja, amivel egyetértek, van, amivel meg nagyon nem. Na egyet-egyet nevezd meg, kérlek. Hát én például egyáltalán nem értettem egyet a Kulcsár Edinával kapcsolatos megfogalmazásaikon. Szexistának találtad ezt? Igen, nagyon. És ez nálad elfogadhatatlan? Nálam igen, igen, okay. Abszolút, de például ahogy a kormányról és ilyen politikai posztokról megnyilvánul, abban például van, amikor nagyon egyetértek vele, van, amikor meg nem. Tehát engem abszolút a vita érdekel, ami itt lesz, és ezért jöttem. Oké. Okay. Ott volt melletted valaki még, aki szintén jelezte, hogy ő... Nem rajongója vagyok, nem is vagyok feltétlenül nagy elítélője, inkább csak tényleg érdekel, mint társadalmi jelenség, mert ezért ezt sajnos fel kell ismernünk, hogy egy azt hiszem legnagyobb magyar Facebook követő oldalra rendelkező personáról beszélünk, tehát hogy hatása van a magyar társadalomra. Kíváncsi vagyok, hogy például egy ilyen társadalmi vitába hogyan jelenhet meg ez a mém kultúra, és várom a vitát. Szuper, nagyon köszi. És akkor forduljunk is rá a ma esti vendégünkre. Következik a péntekesti Partizán stúdiójában a Tibi Atya Birodalom egyik alapítója, Tóth Máté. We'll be right back.
szemtől szembe. Tisztelettel köszöntelek a stúdióban. Szia Máté, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok. No, hát beerpongot fogunk játszani. Én életem nem játszottam még ilyesmit, kézügyességem, labdaügyesség, gömbérzék, semmi nem jellemez, úgyhogy viszonylag nyerőből indulsz. Te beerpongoztál valaha? Nem nagyon nem szeretem az ilyen kocsma sportokat, én a kocsmában mindig is inni jártam. Ebben kizárólag kövek vannak, semmifajta folyadék. Jó, viszont van tétje is a játéknak, ugye abban maradtunk, hogy mindketten készítünk egy mörcsöt, amit hogyha veszítünk, akkor egy héti limitált példány számban kell forgalmaznunk a webshopunkban, tehát a Tibi Atyás, illetve a Partizános webshopban. Ha én veszítek, hát ami elég erősen jellemző lehet, akkor egy ilyen típusú pólót lehet majd megkapni. Viszont, hogyha Máté veszít, akkor meg kérlek, hogy te is mutass föl, hogy mi lesz a te pólód. Föl is olvasod, nem biztos, hogy látható. Igen. Bort iszunk, profitért prédikálunk, dicsértesség. Na jó, akkor egy első kör, tessék ezt te, mégiscsak te vagy a vendég. Hoppá! Ez a folyadék lett volna, akkor ez meg lett volna. Valószínűleg, de... Ne aggódj, látod. Az, hogy megvagy, akkor azt ugye el kell onnan venni. Nem fogod überelni. Azt ugye el kell venni, amibe beledobták. Hát van olyan szabály, és ugye örülünk, hogy van egyáltalán, mint amit. Akkor mi, hogy mérjük, hogy ki nyert? Hát úgyhogy látjuk majd, hogy hány darab marad bent. Ja. Jó, az én negyedi szabály, de... Végülis te vagy a házigazda, úgyhogy... Hát ez itt redundáns a dolog, de valahogy csak lesz belőle műsor. Hoppá! Nagy tapsot a Tóth Máténak. És bement az első, legyen még nálad is négy, nálam is négy. Akinek több bemegy, az nyeri ezt a kört, jó? Ugye kocsma tulajdonos vagy, tehát felteszem, hogy vannak sztoriaid. A vendégekkel kapcsolatban az a kérdés, hogy mi az, ami tényleg vicces és elmesélhető, azt meséld el. Fú, nem, de ilyen nagyon vicces nincs. Annyi van, hogy ugye gyóntató fülkét az berendeztünk mindegyik szentébe. Van is olyan, azt mondom, hogy szegedi kocsmába eredeti egy templom restaurálásból szereztünk gyóntató fülkét, tehát még akként is funkcionál, és nyilván mi ezt ilyen... Egy felszentelt templomból sikerült. De leszenteltük. Ebben nem volt kétségem. De amikor beérkezett, akkor az meg egy felszentelt templom. Hát én nem vagyok tisztában itt a egyház terminus technikusával, hogy lehet-e így föl meg leszentelni. Tehát, hogy között hozzá semmi? Lehet, hogy ahogy kihozzák a templomból, ahol fölszentelték, akkor már leszentelődik így magától. Ott, hogy átlépj a demarkációs, mert leszáról az áldás. Hát és akkor az azért van, hogy ott fotózkodnak, meg a DJ ott szokott zenélni, tökre szeretik egyébként, mert tényleg egyedi templom hangulat van, tehát bejössz a kocsmába, orgona zene szól, meglepődnek az emberek, és akkor hát inkább... És nem akarom elmondani, hogy mik történtek ott már a gyóntató fülkébe. Azóta egyébként be van már kamerázva az is. És mi a legsúlyosabb sztori? Tehát az, ami tényleg az volt, hogy így elgondolkodtatott téged arról is, hogy érdemes ezt csinálni. Tehát ami annyira elborzasztott, hogy azt gondoltad, hogy jó, ez itt valamit nagyon át kell gondolni. Hát talán az, hogy így néhányan tényleg ilyen állatra isszák magukat, de nem az a vicces állat, aki hülyéskedik, és akkor mit tudom én, legurít nature-t, aztán odahány a padló közepén, hanem tényleg volt olyan, hogy konkrétan szétverték a berendezést. Lerugdossák a csapot, meg tehát a fajanszot kirúgják a helyéről, a tükröt, azt két naponta kellett cserélni. Tehát, hogy van, nem. Ennyire rendszeresen előforduló esemény? Szerintem egyébként ez nyilván a budapesti körúti kocsma kultúra része, akkor inkább úgy mondanám, ez nem a belvárosi helyek, tehát nem a többi helyen volt, ez a körúti kocsmán volt kifejezetten. Nem is a mostani, hanem inkább a régebbi kocsmában, hogy ez elég sok helyen megfordultam már régen, és a körúti kocsma kultúra, ugye hát minden hely azzal verseny, ez Tibi atyán kívül egyébként, hogy minél olcsóbban adják a sört, meg hogy kb. Ugyanúgy néz ki minden költséget megspórolni, nincsen vécéstény, nincsen ez, nincsen az. Mert látok, ez mind van, tehát rendszeres takarítás. Ez nem is a tisztaság a lényeg, hanem hogy mi szeretnénk egy élményt adni, egy kocsmázási élményt, ezért irdatlan mennyiségű pénzt elköltöttünk a felújításra, míg ezzel szemben a hagyományos kocsmák, ugye, ahogy a Klapka tanította, ők tényleg csak azzal operálnak, hogy kidobják az átlag szponzorcuccot, amit ingyen kapnak, úgyis megissza az ember, mert tényleg a körúti kocsmakultúra az arról szól, hogy leszállsz a villamos megállóból, és a villamos megállóba hat kocsma közül kiválasztod, hogy most éppen melyikbe ülsz be, mert ugyanannyiba kerül mindenhol a korsósör. Akkor hát négy
labdája van mindkettőnek, nekem nem nagyon van kétségem a kimenetelt illetően, de azért játsszuk le a becsület kedvéért. Máté, akkor elsőként téged. Úgy, végre. Se. Anyád! Eeeá! Ez a mindent eldöntő, még X-re kihozhatom? Hát ugye egy-egy van mindkettőnél. Ha én ezt most bedobom, akkor az... Akkor mennyi még? Négy? Hát nem, szerintem addig, amíg az első beüt még egyet, és akkor utána, jó? Egy ilyen kicsit ilyen ad-hoc módon szabályozva. Aranyú. És akkor én jövök. Hát... Egyébként van itt a közönség sora. Van egy visszavágó még, hogy Dögrén is megcsináltuk ugyanezt. És akkor legyen az, hogy akinek először van kettő pingpong labdája másiknál, az nyer, kivéve, hogyha ide bedobja bármelyikünk, akkor az azonnali győzelem, jó? A fekete nyolcas. Úgyis megvágjátok YouTube-ra. Én beledobom a feketébe, aztán haladjunk. És Máté, azt mondd már meg, ugye azt lehet tudni, hogy egyházi iskolába jártál. Igen. És hogy gyűlölted. Ezt a szót használtam valamikor, hogy én gyűlöltem, viszont. Nem? Nem, szerintem a... Megviselt, akkor inkább így mondjuk? Valószínűleg nem gyűlöltem igazából, csak fura volt a mentalitás. Az mit jelent, hogy fura volt a mentalitás? Hát, hogy engem szüleim például azért írattak be egyházi iskolába, amiért szerintem nagyon sok gyereket, mert mondjuk rossz óvodába, és akkor hát, ha majd az egyházi iskolába megnevelődik. Tehát, aha. De nem a szüleim nem voltak, nem most sem ilyen vallásosak, hanem ez volt az elméletük, hogy ott majd megnevelődök. Hát se nem annyira sikerült. Ellenben én azt láttam, és így főleg visz... Egyébként ártott neked inkább ilyen szempontból az egyházi iskola? Nem, hát az nem tetszett, igen, hogy ez a univerzális, hogy mindenkit ugyanúgy kezelünk, hogy a vallást az kvázi így nagyon erőltetetten beleverjük mindenkibe. Én ezt úgy veszem észre most így visszatekintve a korábbi osztálytársaimra, az általános iskolai osztálytársaimra, akikkel beszéltem is, hogy inkább ilyen kontraproduktív ez a mindenáron vallást akarunk beleverni a fiatalok fejébe. Azért, amikor azt kapott büntetésnek, hogy minden reggel a héten iskola előtt a reggeli misére meg kell jelenned, meg a paptól igazolást kell kérni, hogy te ott voltál, akkor azért nem, tehát a vallásnak pont azt a részét, hogy te, tehát van egy spirituális része, meg van egy kifelé mutató része, hogy te a templomba becsekkoltál, és akkor azon a kis kártyádat így lejukasztottad, és akkor ez a része, ez így nagyon ilyen izzadságszagú volt, és én mondom, szerintem 35-en voltunk az osztályban, szerintem 30 ember az tényleg inkább elfordult a vallástól ennek hatására. Neked egyébként bármilyen Isten élményed, vagy Isten hited korábban esetleg volt, vagy ha lett is volna, akkor ez alapján végképp sikerült kiábrándítani? Hát nem nagyon nekem, tehát nem ilyen családból származom, ahol ez így a vallás az ilyen nagyon nagy szerepet kapott volna. Nyilván eljártunk templomba, első áldozó, meg ilyenek voltak, de nekem a vallás az nem játszott ilyen központi közösségi élményt, mint nagyon sok embernek. A első áldozásig eljutottál azért? El, még bérmálkoztam, és azt hiszem az volt az utolsó. Uh-huh. Ilyen tír 3-as katolikus vagyok, én nem tudom, hogy ez hogyan megy. Na hát akkor már csak egyet kéne valamelyikünknek beszenvedni, és akkor... Legyen ez. De lehet, hogy nem kéne kijelölnöd, és akkor rögtön menni. Ez jók ezek a nagyképű beszólások. Hol van az az egy? Igen, jók ezek a nagyképű beszólások, csak bele kell dobni. Ott. Akkor nyertél. Nagyon köszi. Nagyon köszönöm Mátinak, és akkor most következik az interjú Tóth Mátéval. Maradjatok velünk!
Egy dolgot felejtettünk el a nagy játékkeret közepette, hogy a merchnek legyen valami felajánlása. Én arra gondoltam, hogy hogyha a befolyó összeget azt valamilyen alkoholbetegséggel küzdők alapítványát segítő valamilyen szervezetnek adnánk. Hát szép odaszúrás, de vállalom. Ez odaszúrás már rögtön? Nem, hát nyilván ez a feltételezés, hogy az alkoholbetegségért felelős a Tibi atya, akár a fiataloknak, akár másoknak. Értem, nyilván meg lehet találni ezt a vonalat, úgyis majd gondolom beszélgetni fogunk róla, úgyhogy persze simán legyen. Jó, de akkor ezt benne egyetértünk így. Persze. Jó, akkor a merch-el ezt az ügyet is tudjátok támogatni. Nagyon éles kritikusa vagy a Facebooknak, és úgy általában egyébként a social media platformoknak, általában a tech gigacégeknek, miközben egyébként a sikereidet, a sikereiteket azért azt alapvetően a platformnak köszönhetitek. Hogyan kezeled ezt az ellentmondást, hogy részben nagyon kártékonynak ítéled meg, de másrészt meg nyilvánvalóan, hogy nem találod az életben, ahol most tartasz, ha nincs a Facebook? Ez tök jó meglátás egyébként. Én még nem gondoltam így erre, de nyilván értem így az ellentmondást. Amikor megcsináltuk az oldalt, most lesz idén 10 éves, tehát 2012-ben, akkor azért teljesen más volt a Facebook. Aztán átalakult szépen lassan így, talán ilyen 2015-14, most pontos dátumokat nem tudok, azért szépen lassan az algoritmuson úgy csűrtek, csavartak, hogy tényleg most már mindenért letiltottak, vagy nem, hát akkor mindenért letiltottak minket. A mostanival már nem értünk egyet, igen, hogy milyen szinten van korlátozva a free speech jeligje alatt, tehát annak az ászlója alatt igazából sokkal jobban lekorlátozták ezt az egész szólásszabadságot. Tehát most már ijesztő módon van bekorlátozva szerintem a közösségi médián az, amit írhat valaki. De nem az ennél a legélesebb kritika egyébként ez a működésmóddal szemben, hogyha egyszerűen elvágnátok ezt, és ezt adnátok visszajelzésnek a közönségetek felé, a Facebook felé, hogy a legnagyobb magyar oldal üzemeltetői azt mondják, hogy ciao. Hát ez két napig lenne hír, de az a baj, hogy ez olyan, hogy ha azt mondanánk, hogy akkor mostantól kezdve csak egy blogon fogjuk hirdetni az igét, nem követnének egyszerűen az emberek. Tehát annyira beleívódott az elmúlt 10 évben ez a magyar kultúrába, hogy a Facebook lett az internet. És az nem az van, hogy én fölmegyek az internetre, mint ami régen volt, hanem én fölmegyek a Facebookra, és a Facebook, mint egy ilyen elosztó, onnan mennek tovább. És egyszerűen, ami kiesik ennek a vérkeringéséből, tehát nem lehet megosztani a Facebookon, nem találod meg Facebookon, nincs ott egy alkalmazásban, azt nem követik az emberek. Tehát tök jó kritika lenne, két napig nagyon jó lenne, biztos címlapon lennénk minden újságnál, de semmit nem érnénk el vele, mert a gondolatainkat onnantól kezdve sokkal kevesebben olvasnák. És azt a Facebookon, bocsánat, hogy ezt szóval, a Facebookon még az szabad, hogy kritizálni a Facebookot. Majd ha azt nem szabad, hogy a Facebookon kritizáld a Facebookot, akkor lehet, hogy akkor megyünk majd el. Észrevennéd ezt szerinted? Tehát észrevétetné magát az algoritmus ilyen szempontból szerinted? Észrevennénk mindenképpen, még szerencsére olyan pont nem érkezett el. Másként kérdezem, ugye nekem is eléggé konfliktusos a viszonyom a YouTube-bal, és nagyon érdekel, hogy neked milyen reflexióid vannak arra, hogy miközben mondom még egyszer, a legnagyobb oldal üzemeltetői vagytok, a közben meg nagyon plasztikusan írod le azt, hogy milyen módon korlátozza a szólásszabadságot, milyen módon adott esetben atomizálja a társadalmainkat, tehát hogy milyen módon fejt ki kártékony hatást, tehát hogy ezt a kettőt, ezt hogyan egyezteted össze, milyen gondolataid vannak erről? Hát, de éppen ott tudod a legtöbb, tehát hogy ha a célod érdekében használod azt, hogy a Facebookon sok követőd van, akkor nem látok ellenvetést. Nem azt mondjuk az embereknek, hogy a Facebook maga a használat, vagy mondjuk a Tibi atya bejegyzéseinek a használata, az kártékony. Igazából soha nem tartasz attól, hogy a kritikáid erejénél sokkal több hasznot realizálsz valójában a Facebooknak, mert pörgeted az algoritmus, ráveszel embereket, hogy fel legyenek a platformon, használják azt és így tovább. Nem hiszem, meg egyébként nem is a Facebookkal vagyunk a legnagyobb kritikusok, inkább az Instagram meg a TikTok ilyen platformokkal szemben. A Facebookot ilyen, tehát hogy most az olyan, hogy tök jó, amit mondasz, de hogy én ennél azért kevesebb hatalmat vizionálok Tibi atyánál, mint hogy Tibi atya egy szemébe vegye rá az embereket, hogy Facebookozzanak, vagy Tibi atya egy szemébe vegye rá mondjuk az embereket, hogy alkoholt fogyasszanak, azért nincsenek ilyen befolyásoló tényezői. Nagyon készülsz erre az alkohol témára, azt látom. Ez az a top három vádból az egyik, ami mindig van, hogy Tibi atya alkoholistává teszi a nemzetet, igazából ez olyan... Semmit nem mondtam, és nem is fogok mondani, más fogok majd mondani. Például azt, hogy biztos te neked is megütötte a fületet az, hogy az április 3-ai választások után az ellenzéki közvéleményben újra fölütötte a fejét ez a lemenni vidékre kérdéskör, és volt benne árnyaltabb vagy reflektáltabb megszólalás is, voltak egészen bordít megszólalások is. Te hogyan gondolkodsz erről? Szerinted milyen az ellenzéki nyilvánosságnak a viszonya a Budapesten kívüli Magyarországgal?
Hát nem tudom, most csak az angol szó jut eszembe, delusional, tehát így teljesen, nem is tudom, hogy ki írta pontosan azt, hogy szavazatszámlálónak lement vidékre, és hogy szembesült, hogy vidéken tényleg mégse olyan rossz az élet, meg hogy itt nem ilyen agymosott zombik vannak. Szerintem akkor a választások kapcsán akkor így ezt nagyon elszámolta így ez a belpesti értelmiség, hogy alapból ez a vonal, hogy így teljesen le volt nézve az elmúlt 4 évben mondjuk a vidéki, ugye az volt a szinonimája, hogy ők, akik krumplér mennek szavazni, és hogy teljesen hülyék, mert egész nap az M1 megy a tévébe. Szerintem azért annál tényleg sokkal több értelmes ember van vidéken. Most az, hogy van ez a harangörbe, vagy a gauszgörbe a társadalom eloszlása szerint, hogy hol vannak okosok, meg hülyék, az szerintem ugyanúgy megvan a városi és a vidéki rétegben is. Úgyhogy szerintem igazából ez volt így a kudarcnak az egyik ilyen komponense, nyilván azért sok összetevője volt, hogy ez a baloldali gőg, hogy a baloldal mondja meg, hogy mi a jó zene, ki a jó stand-upos, mi a jó film, tehát hogy így ez a ilyen kulturális szinten ők nagyon fölé helyezték magukat, és nyilván ez így humánum szempontjából is azért volt az ilyen szubhumán vidéki, aki a buta fideszes gondolata, és akkor igen, ez az újlipótvárosi pumpkin spice láttét szürcsölő baloldali értelmiségi, aki tényleg két kézműves. Találkoztál konkrétan már ilyen emberrel? Hál' Istennek nem járok azokra a helyekre. De nyilván, tehát most példát mondok, tehát az az embertípus, aki kicsapja a Starbucks. Ez egy létező példa szerint? Szerintem ilyen, aki kicsapja a Starbucks-ba. Már nem találkoztál még vele. Ez igen, ez olyan, mint Isten, de hiszek benne, hogy létezik ez ilyen. Na mindegy, de azért abban egyetértünk, hogy le voltak nézve nagyon a vidékék, és szerintem ez el lesz számoló. Jól értem, akkor azt mondod, hogy az a legnagyobb kritikát az ellenzéki nyilvánossággal szemben, hogy elképzelte a vidéket, és ezek alapján egy ilyen fertőnek írta le, göggel viseltetett iránata, és abszolút nem ismerte a valós viszonyokat. Ez az egyik volt szerintem, igen. Tehát, hogy nem is, tehát látszik, hogy nem ismerték, ezt nyilván onnan lehetett tudni, hogy elszámolták nagyon magukat. De ez a típusú elképzelt vidékiség, ez nem jellemző egyébként a Tibi atyára is? Tehát az a kép, ahogyan ti megálmodtok egy falukt, egy községet, ahogyan ezt az atyát elképzeltétek, ahogyan a körülötte lévő további figurákat, akiket ugye a könyvedben is megénekelsz, ez mennyivel árnyaltabb ennek a kötetnek a vidék szemlélete, mint az, amit most az előbb kárhoztattál? Oké, de én nem akarok, tehát nem akartam választást nyerni. Tehát, hogy mi nyilván azt a könyvet 7 éve... Még? Már? Hát még, ha jó, azt mondtam, hogy még igen, ez ilyen freudi elszólás volt. Tehát, hogy mi egy hülyeségből írtunk egy könyvet, ott megengedett, hogy a vidéket úgy ábrázolt, mint ahogy mondjuk Bödőcs is, vagy Hofi a poénjaiba, vagy ahogy mi is ábrázoltuk, mert az tényleg olyan, ott nőttünk fel, látjuk, hogy milyen az összes kerti idény munkánál azért folyik a pálinka, meg a bor rendesen, bedőlnek az árokba az emberek a biciklivel, és a tévét bámulják tátott szájjal a kis unikum meg a poársőr fölött a tenyércserző csárdában. Ez a vidékén, ezt mondhatom, mert ott nőttem fel, láttam, hogy ilyen, meg poénkodhatok vele, és azzal azért nagyon sokan tudnak azonosulni, viszont a... Hogyha azt mondod, hogy azért beszélhetsz róla így, mert ez az igazság, ezt tapasztaltad te... Amikor felnőttem, ez 15 éve volt, nyilván azóta már nem járok vidéki kocsmákba, de ezt a vidéki életérzést, ezt nagyon sokan ismerik, akik most már szerintem lehet, hogy nem annyira, de hogy ez a falusi életérzés, hogy ami vidéken van, hogy ami főleg régen volt, azért mondom, inkább nem jellemző, hogy nincsen nagyon mit csinálni, azért kitalálták a névnapozást, átmenni mindig, mert valamire mindig lehet inni. De mi ezt vázolhatjuk, mert ez egy poén, és ebben nőttünk fel, és ezt nyilván azért lett ilyen sikeres, Tibi, hogy szerintem azért, ha lehet ilyet mondani, tehát azért futott be ennyire, mert nagyon sokan tudtak ezzel az életérzéssel azonosulni. Az egyszerű vidéki élettel, a poénkodással, a kocsmázással, az a berúgással. Az nem kérdés, nyilván nagyon-nagyon nagy de hogyha egy politikai, volt ezekre a poénokra, csak azt kérdezem, politikai párként, meg ezt nem politikai párként, vagy politikai vezetőként, ellenzékiként nem mondhatod ezt a vidékiekről. Ez az egyedüli különbség? Tehát, hogyha politikai babirokra törsz, akkor tisztességesnek kell lenni, ha nem, akkor minden belefér a gátlástalanság. Nem tisztességes, tehát mi nem szóltuk le a vidéket, tehát mi ezt, hogy így ábrázoltuk a vidéket, abban semmi degradáló nem volt. Tehát, hogy abban, hogy délután beledőlnek az árokba, meg isznak, azért mert nem... Na ez majdnem már egyébként turizmusfejlesztés. Én nem ezt mondtam, ezt sem mondtam, ez a valóságnak a leírása. De milyen valóságé, Máté? Hát annak, amit mondjuk régen láttunk vidéken. Tehát az, hogy a mondjuk egy disznó... Mi az a vidéken? Hát lehet látni a 8. kerületben is adott esetben részeg embereket. Ez nem föltétlenül egy Budapesten kívül sajátosság. Igazad van, de az, hogy most a disznóvágáson folyik a pálinka, és reggel 8-kor már részeg valaki,
azt, hogyha leírod, az egy leírás. Az rengetegen azonosulnak vele, látszik is a visszajelzéseken, hogy igen, ilyen van. Uh-huh. És egy tök jó, mondom, életérzés, ez nem arról szól nyilván, hogy minden nap az ember az K.O., de igen, és ennek van egy hangulata, hogyha mondjuk elmész egy szüretre, és azt át kell élni. És mondom, hogy a számokon tökre látszik, hogy ezt szeretik az emberek. És azt éreztem, hogy egyébként, hogy amikor a Tibi atya született, akkor pont fölkerültünk a kollégiumba, Pestre, és én most egy utólag megfejtettem, hogy valószínűleg például nagy szerepe volt ennek a vidékiségnek, az egész Tibi atyának a karakterének a ilyen quintessenciájában, és ugye rengeteg vidékivel vagyunk együtt, vagy voltunk együtt egy kollégiumban, és mindenki hozta a saját vidékéről a saját szokásait, hogy őt mit szoktak csinálni, a vicces történeteket, hogy mik történtek, akkor leültünk sztorizgatni, és akkor az ilyenekből alakultak ki, az ilyen történetekből ezek a karakterek, a Humbák Feri, meg még ki tudja hány ilyen karakternek a dolga, tehát pont emiatt hiszi. Egy volt. Humbák Feri az megmaradt sokaknak, úgy tűnik. Igen, meg Drótos Karesz, Szalonnás Piri, ilyen volt. Ez a Humbák Univerzumnak volt ilyen fontos szereplői. De nagyon sokan ráismertek, tehát ez olyan, mint hogy mindenki ismer egy Humbák Ferit. Én is ráismerek, pedig én az 7. kerületben nőttem fel, tehát ilyen típusú karakterek mindenhol megtaláltak. Megmondom, miért vagyok kíváncsi erre a kérdésre. Nem állítom azt, hogy enciklopédikus alapossággal belástam volna magamat Humbák földje történetébe, de a szerkesztőim igen. És megkérdeztem őket, hogy van-e bármilyen olyan típusú közösségi összefogás, bármilyen olyan pozitív szemléletmód megjelenése? Abban nincs. ez, igen, de jó. Ha ezt Márki-Zay Péter adta volna ki, akkor egy mocskos, aljas, vidékellenes pamfletnek tekintenék, és nem győzne a Megafon contentet gyártani belőle. Ez a kedvenc érvelés. Fölmerül ilyen típusú felelősség a te munkásságodban? Ez a kedvenc érvelésem, és akkor átérek, hogyha öreg anyámnak farka lenne, akkor lenne az öreg apám. Értem. Én nem, várjál. Mi van? Ha öreg anyámnak farka lenne, ő lenne az öreg apám. Azt még értem, az analógiát nem vagyok képes követni sem. Azt, hogy gondolkozunk valamibe, ami nincs, hogy mi lett volna, ha, nem tudom, Jézus írja a Mein Kampfot. Tehát mondtam egy... Tehát ennyire abszurd ez a példa, amit felhoztál szerintem. Nyilván kisarkítottam. Márti, bocs, én a te érveidet szegezem veled szembe. Ti magatok nagyon-nagyon kritikusak vagytok azzal a típusú ellenzéki magatartással, jogosan. Ami adott esetben sérelempolitizálásra épít is fel saját magát, vagy adott esetben érzéketlen és kifejezetten megsemmisítő érveket, vagy bármilyen más típusú megszólalást fogalmaz meg társadalmi csoportokkal szemben, és nem mutat kellő érzékenységet. Magatokra miért nem érzitek ezt kötelezőnek? Ezt az elvet, amit ti kértek számon egyébként, nagyjából mindenki máson. Oké, akkor én azt mondanám, hogy azt a könyvet, amit ott magad mellé raktál, az 7 évvel ezelőtt írtuk. Azért Tibi atya egy nagyon komoly karakterfejlődésen ment át szerintem az elmúlt 10 évben, és vele együtt azért a mi gondolkodásunk is átalakult, ami szerintem egy tök jó, meg tök normális dolog. Szerintem az inkább a toxikus gondolkodás, mikor valaki azt mondja, hogy Tibi atya miért nem azt képviseli, amit 10 évvel ezelőtt. Tehát, hogy nem is tudom, melyik híres gondolkodó mondta, hogy ha azt gondolod, mint 20 évvel ezelőtt, akkor elvesztegettél 20 évet az életedből. Lehet, hogy Muhammad Ali volt mondjuk, gondolkodó volt. De akkor mit kezdjünk ezzel a kötettel? Az a könyv egyébként már forgalomban sincsen sehol. Tehát, hogy most nem tudom, hogy honnan szerezted meg. Megmutatom, eldobod az agyad. Megmutassam? Hol? Hogy kinek ajánlottad ezt a kötetet annól, amikor megjelent? Neked? Ora vesz, Nóra? 444. Pont.hu-nak. Mondom, hogy változnak az idők, akkor még jobban voltunk a 444-gel. Na, hogy de tényleg nincs, tehát hogy nem véletlenül nincs a bor már újranyomás. Igen, az egy jó, kis... Akkor ez egy apokrif. Igen. Ezt tekintsük egy apokrif irodalomnak. Egy apokrif irat, így van. Sincs, nem része már a kánonnak. Megtagadod? Azt meg nem tagadom, én azt mondom, hogy Tibi atyának ez a korszaka nagyon vicces volt, ez a alpári 9, ahogy azt mondom, hogy a Döme a egyik társam, ugye az üzletársam fogalmazott, 95% véres proliság és 5% intelligencia, ez a könyv, ez... Az 5% az az 5% az a tartalomjegyzék. Hát igen. Szerintem egy nagyon régen nincs az oldalon ez a jellegű poénkodás, mert egyrészt már szerintem nem annyira vicces, ahogy te is mondtad, azért mi is átmentünk egy komoly, a Tibi atyával együtt fejlődtünk, ahogy szerintem, aki régóta követi az oldalt, és még ott van, ő is. Az értelmesebb Tibi atya követő, az nem azért hőbörök, hogy Tibi atya én a régi berugós mémeket akarom, hanem azt mondja, hogy tök jó, hogy Tibi atya inkább
objektívan nézve, nyilván azért állást foglalva csomószor, meg vélemény nyilvánítva, de inkább megszólal komoly társadalmi kérdésekben, politikai kérdésekben, illetve olyan dolgokról beszél, ami érdekli az egész világot. Tehát az egy tök jó, az egy Tibi atya korszak volt, amit itt mutattál. Vannak, értem a kritikádat, oké, hogy meg lehet minket így támadni, de azért az utóbbi időben mi is elkezdtünk inkább tudatosan, mondjuk akár a kormány intézkedései kapcsán így kicsit olyan jellegű bejegyzéseket közzétenni, amik mondjuk tényleg gondolkodásra és a kritikus gondolkodásra sarkalják az embereket, ahelyett, hogy itt mindenki csapatokba verődjön, és akkor a vidéki köpködjön a városira, a bicajos az autósra, a társadalmunk az végtelen számú tengely mentén van szétszabdalva. Oké. Okay. Valahányszor, amikor felvetik veletek szemben azt, hogy hát az alkohol betegség terjedéséhez járultok hozzá, és a tevékenységetek az ilyen szempontból normalizálja az alkoholfogyasztást, minduntalan azzal érveltek, hogy nem a szubstanciát kell nézni, hanem a szorongást, amire válaszként az ember a pia után nyúl. Nem tudom, hogy jól interpretálom az álláspontotokat? Részben igen. Jó, ami engem alapvetően érdekelne az az, hogy ez a típusú stressz megküzdés és fájdalomcsillapítási igény, hogy szerinted ebben milyen típusú felelőssége vagy lehetősége van egy influencernek, hogy ebben adott esetben edukatív hatást fejtsen ki a társadalomban? Szerintem semmilyen. Vagyis úgy mondom akkor, hogy megtudja, ha így a kérdés, hogy Tibi atya egy személyben ezt megtudja gátolni, hogy az emberek ne igyanak annyit. De mit tettem fel a kérdést? Ezt mondom, hogy inkább erre vezetném, hogy azt nem. De akkor elmondom, hogy mit tudsz csinálni szerintem Tibi atya. Az Auer Gábor többször is volt előadni már nálunk, talán 4-szer vagy 5-ször, és neki például ez a saját, van egy ugye fia is, aki már kocsmázni jár például, és ő a saját fián át mondta példaként, hogy ez tényleg így van, hogy nem mondhatod meg az embereknek, hogy ne igyanak. Tehát ha azt mondod valakinek, hogy ne igyon, az kétszer annyit fog inni, és nekifutásból fog berúgni. És ő is inkább azt mondta, hogy arra tudsz egyedül odafigyelni, meg arra tudod felhívni a figyelmet, hogy mit igyon az ember. És ő például tökre meglepődtem, eskül nem beszéltem össze vele, hogy ő például a fröccsöt propagálja nagyon, hogy alapból hazai bor, nyilván most nem az alsó polcosokról beszélünk, hanem egy minőségi hazai bor, meg mellé ugye beviszed a folyadékot a szódával, tehát így úgy mond, a fröccs az tök jó. Viszont mást ennél többet nem csinálhatsz. Annyit csinálsz, hogy az alkohol kultúrát magát próbálod valamilyen úton, módon terelgetni. Ugye Tibi atya például csak itt felhívja a figyelmet és bemutatja akár a könyvbe, akár a posztokba, hogy néz ki mondjuk egy fiatalnak az estéje, hogy eljut mindig a kontrollvesztésig, hiába fogadkozik, megint a kilépő után itt is megissza, ezek létező jelenségek, hogy nem tud nemet mondani mondjuk az alkoholnak. A te megítélésed szerint az a típusú tevékenység, amit a Facebook oldalon fejtettetek ki az elmúlt években, az normalizálta, erősítette az alkoholfogyasztást Magyarországon, vagy ilyen típusú hatás számon kéne, egyáltalán csak fölvetni az ezzel kapcsolatos kritikát, az aránytalanság és igazságtalanság? Inkább a D-t mondanám, tehát értem a kérdést, tök jogos, csak szerintem nem befolyásolta. Egyébként pont most néztem utána a statisztikájának, hogy készültem. Nem, egyébként nem készültem, csak kíváncsi voltam, hogy most hogy alakultak az alkoholfogyasztás, ugye az egyfőre jutó alkoholfogyasztása mondjuk európai országok tekintetében, és Magyarország, gyengék vagyunk, mert most már hátra csúsztunk valami 20. hely környékére a 2021-es statisztika alapján, amit a WHO csinált, azt hiszem. Attól, hogy valaki sokat iszik, és mit tudom én, 2 hetente elmegy berúgni, és igen, neki szar a munkahelye, pénteken, vagy hétfőn is már azt várja, hogy péntek legyen, és elmehessen berúgni a haverokkal, ő ettől még nem lesz alkoholista. A Tibi atya közönsége pedig szerintem, ahol igazán komoly probléma az alkoholizmus, az egy szociális alsóbb réteg, alsóbb szociális rétegekből származó, ezt nyilván ugye te is kikérted rajta, az igen, Budapesten is vannak ilyen rétegek, vidéken is vannak, ők viszont nem aktív Tibi atya fogyasztók szerintem. Tehát ők így nem fogyasztják ezt, hogy tehát Tibi atyám, én azért jártam elég sok ilyen kis kocsmába, és poénkodásból is kérdezgettük, hogy Tibi atyát ismeri, és tényleg az a tipikus arc a bármilyen kocsmába, aki a üveges szemmel már délelőtt 11-kor bámulja a tévét, az nem hallott Tibi atyáról. Én inkább ezt gondolom, hogy igen, a nagyon alkoholista réteg, az nem Tibi atya miatt lett alkoholista. Még egyszer csak, hogy ne legyen félreérthető, nem rajtad kérem számon a magyarországi alkoholbetegség elterjedtségét. Csak azt akarom mondani, hogy szerintem azért az alkohol, azt ugye különböző kutatások kimutatják, hogy az abszolút nem osztályspecifikus szemben mondjuk a herbállal, ami abszolút mondjuk az alsó osztályoknak a drogja. Az alkohol abszolút megjelenik a középosztályban, a felső középosztályban. De a minőség pusztít, az mondjuk nagyon más. És pusztít nagyon sok és széles körben. Én ezért vagyok kíváncsi arra, hogy nyilván neked alapvetően a fiatalabb korosztály irányában van elérésed, és hogy te látod-e azt, hogy adott esetben a ti hatásotok miatt
sokkal inkább elfogadottá válik az, hogy alkoholt fogyasztanak, és alkohollal, nem tudom én, tehát alkoholfogyasztással éljenek akár egy egyszerű beszélgetés, akár egy egyszerű összejövetel kapcsán, tehát hogy valamilyen módon nektek is nem azt mondom, hogy kizárólagos szerepetek van, de hogy van szerepetek abban, hogy alkoholfogyasztással ezek a fiatalok élnek. Szerintem egyáltalán nincs. Most, ha csak így megnézzük, hogy Tibi atyát most már tényleg 10 éve csináljuk, akkor ezek alapján itt 1.300.000 embert már ilyen törzsvendégnek kellett volna tenni, hogy még többet ígyunk. Ez a tyúk vagy a tojás most az olyan, hogy a környezetembe 10 ember berúg, akkor most én, tehát ő azért követte be Tibi atyát, mert hogy isznak az emberek mellette, vagy igazából azért isznak az emberek mellette, meg az ő környezetében, mert hogy bekövette Tibi atyát, tehát nem tudjuk, mi miatt van. Én úgy gondolom, hogy ezzel embereket rávenni alkoholra, hogy te reflektálsz arra, hogy lerántod a leplet az alkoholról, hogy mi történik, amikor iszik az ember, és legbelül minden... Hol rántottátok ti le a leplet az alkoholról? Az, hogy mi nem a George Clooney-s izé vagyunk, hogy a Drink Responsibly, az közben előadom ezt az életérzést, hogy én egy sikeres, elegáns, minden nő engem akar, férfi vagyok, csak azért, mert én iszok valamit. Nincs vita, azért nagyon problémás alkohol. Igen, de mi úgy rántottuk. Kérdezem, hogy a ti megközelítésetek egy másik típusú megközelítés. Igen. Mitől kevésbé kártékony? Az, hogy mi görbetükröt tartunk, és igen, bemutatjuk, hogy ez történik. Nyilván onnantól kezdve a munkát mindenkinek magából kell elvégezni. Mi nem sosem mondtuk azt, hogy menő folyamatosan berúgni. A posztok attól még, hogy erről szólnak, hogy igen, nem tudod megállni, hogy így el a kontrollvesztés szintje után, vagy ezek létező jelenségek, és én bízom benne, ezeket nem lehet pszichológiai kísérletekkel. Nem súlytalanítottátok el az alkohol hatását és az alkohol betegségnek a súlyosságát? Nem, én inkább ezt mondom, igen, hogy én bízom benne, hogy az ember magára ismer részben, és a mémről, ahogy magára ismer, egyébként nem is azért kedveli, mert kedveli, tehát hogy a szónak az ilyen értelmében, hanem hogy tehát relátolható, nagyon szép szóval fogalmazva, igen, megtörtént az életemben, és akkor remélem, hogy el tud gondolkozni. De ezek olyan számok, amin nem tudsz igazából semmilyen statisztikát, nem tudsz semmilyen mérést ez irányba megcsinálni, hogy itt emberkísérleteket végezzük. De az be lehet lenni, hogy szerinted egyébként azok a tinédzserek, akik adott esetben követik a Tibi atyát, hogy szerinted ők fölmérik azt, hogy itt egy ilyen típusú reflektált poén a szándék, mint amit most az előbb elpróbáltál magyarázni itt nekünk? Én bízom benne, de nyilván nem tudom. Tehát nem mondhatjuk meg, hogy mit csináljanak az emberek. Ez az egy, amit tudunk csinálni, hogy vissza tükröt tartunk nekik, hogy mi történik, és igen, ismerjék fel, hogy ez történik. Ez jó vagy rossz, ezt mindenki magába dönti el, de én még olyan embert nem láttam, aki azért kezdett el pihálni, mert látott egy piás mémet. Tök jók a kérdések, csak megint ez egy személyben rajtunk van számon kérve. Nincs, nem kell egy egyszer Máté, is szabadkozni. Nincs egy személyben rajtad a számon kérve. Ez egy nagyon kiterjedt probléma, és nagyon sok szereplőnek van benne, sokkal meghatározó felelősségé, mint nektek. Nem kérdés. Egy olyan országról beszélünk, ahol semmiféle prevenciós állami kiterjedt program nincs, ahol a tanárok nincsenek fölkészítve arra, hogy mit jelent a tinédzserkori alkoholizmus, ahol nincsen semmilyen típusú, komolyan vett számon kérhetőség annak, hogyha valaki fiatalok szélszére alkoholt értékesít. Ez egy borzasztóan kiterjedt probléma. Én nem ezt kérem rajtad számon. Én azt kérdezem, hogy ebben a probléma erdőben nyilván nektek is van helyetek, mint ahogy nagyon sok mindenki másnak is van helye, és hogy ez a hely nem titeltek az egészről, de azért ez a hely mégiscsak kijelöl valamilyen típusú pozíciót, valamilyen típusú felelősséget, és engem nagyon érdekel, hogy egy ember, aki egyébként nagyon élesen és karcosan fogalmaz arról, hogy más közéleti szereplőknek milyen felelőssége van, hogy milyen nem kívánatos társadalmi folyamatok vannak ebben az országban és a világban, hogyan gondol a saját pozíciójára, amikor nyilvánvalóan valamilyen módon azért vámszedője annak, hogy normalizálja az alkoholfogyasztást, elkönnyíti ennek adott esetben vett addiktív vonzatait és egészségkárosító vonzatait is. Hát de most akkor egy kérdés, hogy akkor most be kéne tiltani az alkoholt, mert tehát ebből csak ez következik? Hát ez az egyik fontos, hogy itt tényleg az alkohol az, amit tűzzel vassal írtani kell, mert ez egy olyan probléma. Nem. Szerintem az alkohol az alkohol egy nagyon fontos szerepe van az európai, és akár a rómaiaktól elkezdve, vagy a görögöktől elkezdve az európai kultúrába. Nyilván a mértéktelen ivást, akkor ismétlem magam, hogyha arra reflektálsz, akkor tudnék helyeselni és azt mondani, hogy igen, Tibi atyának ebben komoly szerepe van, hogyha lenne bármilyen statisztika itt abban, amit
amit állítasz, hogy Tibi atyának komoly szerepe van, de amíg én azt látom, hogy tizedikek voltunk a listán. Statisztika nélkül is látható, tehát a legnagyobb elérésű magyar Facebook oldal. Oké, de a Tibi atya megjelenésekor a tizedikek voltunk a világvezető legnagyobb alkoholfogyasztóinál, most meg 20-ak vagyunk, úgyhogy 10 éve van Tibi atya. Akkor én meg azt mondom, hogy itt kevesebbet isznak az emberek. Uh-huh. Tehát akkor Tibi atya valójában az antialkoholizmus, eddig föl nem ismert ágens. Én nem ezt mondtam, csak kisarkítottam azt, hogy egy olyan vádra, amire nem tudsz ellenérvet hozni, mert az nem egy érv, hanem egy feltételezés, azzal nem tudok vitatkozni. Értem, amit mondasz, de ez nem egy bebizonyított tény, egy bebizonyított ténnyel nem nagyon lehet, vagy egy bizonyítatlan dologgal nem tudok vitatkozni. Értem, amire szeretnél gondolni, de ez így statisztika meg számok nélkül csak egy ilyen üres válaszkodás szerintem. Ugye Zahar Gábor, aki nálatok is volt, és akivel többször is egyébként szerepeltetek együtt, és akinek van egy freskója, tehát egy megfestett arcképe Szent is Zahar, a borkápolnában. Szóval ő maga ugye azt mondja, hogy nagyjából 1 millió alkoholbeteg lehet ebben az országban. Csak hogy lehessen érteni, ez azt jelenti, hogy nagyjából hát minden 9., minden 10. honfitársunk ettől szenved. És ugye ez egy nagyon-nagyon lényegtelen, tehát nagyon-nagyon elkönnyített probléma a magyar társadalomban. Nagyon erőteljesen normalizált az, hogy meddig tűrhető, tolerálható és veszélytelen dolog az alkoholfogyasztása, miközben azt nagyon pontosan lehet tudni, hogy egy rendkívül veszélyes matéria, abszolút észrevétlenül képes beépülni a szervezetbe, és nagyon komoly egyrészt függőséget alakít ki, másrésztről pedig olyan típusú roncsolást a szervekben, élőszövetben és így tovább, ami jóvátetlen károkat okoz, és hát mondom, még beszédmód sem nagyon van róla, és látva azt egyébként, hogy a politika is mennyire, hogy mondjam én, játékszerrel tud erről beszélni, és abszolút nem az a dolog súlyánál kezeli ezt a kérdéskört. Ebben a kontextusban szerinted kell-e változtatnotok bármit is, vagy az, ahogyan jelenleg működtök, az kielégítő és abszolút felelős magatartás a magyar társadalom 2022-ben. Mit értesz az alatt, hogy az, ahogy működünk? Tehát, hogy piás mémek vannak? Akkor így kérdezem. Én nem nagyon láttam például mondjuk antialkoholista reklámot és kampányt nálatok. Tök jó lenne, hogyha így lehetne csinálni, de ez megint sokkal mélyebben gyökerezik, ez ott gyökerezik, hogy először mondjuk a magyar társadalmat kéne felnőttként kezelni. Tehát ez a atyáskodó állam, hogy zéró tolerancia van, és nem csak az alkohol tekintetében, nagyon sok mindenben, szerintem számos problémát szül, onnan elkezdve gyerekként kezeli a felnőtt. Miért nem felnőttként kezelés, hogy egyébként forgalmazod a piát, point is csinálsz belőle, de mellette mondjuk ugyanolyan súlyjal beszélsz arról is, hogy egyébként azért legyél tisztában azzal, hogy ennek a matériának ilyen is. Ezt mindenki tudja, tehát hogy erről kár beszél. Vagy ebben? Szerintem igen. Tehát hogy az alkohol öl, butít és nyomorba dönt, ahogy ugye a szocializmusban nagyon jól hangzott, az segített valamit a problémákon? Tehát hogy ez nem. Tehát ha szembesíted az embereket, hogy ez milyen káros ez a dolog, akkor ezt kizárják egyszerűen a tudatukból. Tehát egyszerűen nem vevők ilyen üzenetre, mert ugye nyilván akkor kognitív diszonanciát okoznál. Ebben a formában nyilván nem, de ez, tehát most ne neked kell már magyarázom, hát azért a marketingben eléggé komoly skill-ekkel rendelkezni, én csak azon morfondírozom, hogy egy ilyen komoly marketing fantáziával és képességekkel rendelkező ember, hogyha mondjuk valamilyen módon elkezdeni a gondolkodását egy ilyen irányba mozgatni, hogy abból nagyon izgalmas dolgok tudnának kijönni, én nagyon megnézném azt. Én azt mondom, hogy ha dolgozunk, és ha sikerül felépíteni egy olyan szervezetet, és most tényleg nem politikai, hogy mondjuk valamilyen, mondjuk a fesztiválunkból kiindulva, a közösségi terünkből kiindulva, fel tudunk építeni mondjuk egy olyan akár törvénytervezetet, akár valamilyen programtervezetet, amit be tudunk nyújtani akár magasabb szinteken, akkor dolgozunk rajta, mert például a ilyen gyermekvédelmi projekten dolgoztunk ilyen ügyvédekkel, akik mondjuk a közösségi médián való képek mutogatása, és nyilván, hogyha van erőforrás, és van ennek... Van, bocsáss meg, antialkoholista programmal kapcsolatos tervetek? Ez nem antialkoholista program, ez inkább ilyen figyelemfelhívás, hogy... Okay. De ezeknek nincsen semmi értelme, ezt a szívedet, ezt a kezed, és te is tudod, hogy ennek semmi értelme nincs, mert aki igazán függő, vagy akár, tehát alkoholista, akinél ez tényleg probléma, az úgyis ki fogja zárni ezt az agyából, ezt az egészet. Szerintem is az országnak a mentálhigién és állapotán kéne javítani, viszont azt a gyökereknél kéne elkezdeni, az edukációnál, a szakemberek rendesen. Én az edukációt kérdeztem. Oké, de ez most a jéghegy csúcsa. Hát. Ott is valakinek azért el kell kezdeni a munkát. Hát elkezdtük ezzel, értelek amúgy. A világnézetedet hogyan definiálnád? Fú, ez nagyon jó kérdés. Leírható vagy-e a klasszikus jobb, bal, centrista dimenziókkal? Szerintem nem igazán.
Inkább én sose hittem ez ebbe a felbélyegzésbe, vagy megcímkézésbe, hívjuk, ahogy akarjuk. Inkább így próbálok mindenhonnan. Szerintem ez rossz, amikor valaki így besketujázza magát, mert akkor az így benyomod magad egy olyan szektába, ahol alapvetően veled szemben nagyon sok dolog áll. És ez szerintem a legnagyobb probléma a mai világban, hogy egyszerűen annyi inger ér minket, hogy mindenki igyekszik kialakítani ezt a kis tudati buborékját, amiben, tehát elképzel mindenki egy világot, ahogy működik. És ha azon kívül eső, azon a világképen kívül eső történés, motívumot, világszemléletet, bármi ilyesmit lát, akkor ő azt támadásként fogja értékelni, mert ugye a saját felépített kis világképe van. És éppen ezért én igyekszem ezt így tudatosan befogadni olyan emberek üzenetét is, akikkel mondjuk nagyon nem értek egyet. Tehát te azt félrevezetőnek, vagy igaztalanak tartanád, hogyha valaki jobboldaliként hivatkozna rád? Most Tibi atyáról beszélünk? Rólad. Rólam. Nem, még talán tök jó. Tehát, hogyha ez egy spektrum nyilván. Ha választani kell, akkor szerintem inkább értékrendiség szempontjából valahol a jobbra helyezkedek el, de az nem jelenti azt, hogy a balról mondjuk nem tetszik valami dolog. Mi az a baloldali érték, amivel azonosulni tudsz, hogy adott esetben elismerésre méltónak is gondolod? Hát kifejezetten így a wokizmust, azt nyilván nem, de mondjuk a szociális intézményeknek az ilyen nagyon erős hálója, ami működik mondjuk az északi országokban, az például egy tök jó olyan baloldali dolog, amire nagyon nagy szükség lenne itthon. Azért kérdezem ezt, mert ugye üdvözölted Donald Trump bukását, vagy legalábbis úgy nyilatkozta, hogy neked akkor nagy reményeid voltak azzal kapcsolatban, hogy valamilyen módon egy új korszak köszönhet rá a világra, de emellett azért lehet látni, hogy számos olyan vonás van, ami téged inkább sorol szerintem az ilyen amerikai republikánus oldalhoz, ugye többször ki, vagy volt olyan posztod, amiben a fegyverviselés mellett támogatólag szólaltál föl, az abortusz korlátozása mellett is egyébként szólaltál föl, és kifejtetted a halálbüntetés pártiságodat is. Ez azért Magyarországon egy szélsőjobboldali pozíciónak minősül. Hogyan gondolkodsz ezekről a kérdésekről? Ez tök jó, amiket mondtál, csak ezeket tényleg nem írtam, tehát hogy talán mikor így meghívtatok, akkor is említettem, hogy én nem akarok itt babérokat egyedül learatni, tehát nem én vagyok Tibi atya egy szemébe. És azt mondjuk ki, akkor ez a Dömének. Igen. A szüleménye, hogy az ő világnézetéről tanúskodik. Igen, viszont részben egyetértek vele. Tehát, hogy a... Ez hol húzódik meg? Hogy melyik? Tehát például a halálbüntetéssel amúgy szerintem egyetértek. Tehát ez egy azért Magyarországon, sőt nem Magyarországon, a világnak a, hogy mondjam, a kultúrátabb felén ez nem egy olyan téma, amiről így nagyon szívesen beszélnek, vagy nem egy olyan téma, ami egyáltalán felvetődik. Nyilván nem is lesz itt valószínűleg nálunk. De kívánatosnak tartanád? A kis ujjamat nem fogom megmozdítani annak az érdekében, hogy itt halálbüntetés legyen Magyarországon, de szerintem, hogyha azt nézzük a társadalom szempontjából, igazságos a halálbüntetés, ha azt nézzük, hogy anyagi szempontból egy elítéltnek a maximum, tehát a maximális szinten való őrzése 20 évig, 25 évig, 30 évig, az milyen költségeket ró az államra, hogy jobb körülmények között, mint nagyon sok ember, az igazságtalan a társadalom nagy részével. Úgyhogy hát azokat a jó körülményeket én megnézem. Ugye a legfontosabb ellenérve a halálbüntetés eszem, azért mégiscsak az, hogy bizonyosan egy csomó büntet esetében egyszerűen nem is lehet megállapítani a bűnösséget annyira egyértelmű, hogy ténylegesen azt lehessen mondani, hogy itt akkor egy ember életét elveszik. Akkor azt nem. Ne. Csak 10 évnyi látencia van itt. Itt van, hogy 40 év múlva derül ki egyébként egy DNS-tesztből, vagy egy másik vallomásból, bármilyen más módon, hogy az adott illető az ténylegesen igaztalanul töltött a büntetését. Ha halálbüntetést kapott volna, akkor ez egy jó átehetetlen bűn lenne vele szemben. Én ezt értem, igazad van, viszont szerintem a rendőrségi technológia, technikának az ilyen jellegű, akár ugye a DNS vizsgálatok fejlődésével egyre biztosabban kizárható, hogy ártatlanokat küldjünk a halálsorra. Egyre biztosabban, de 100%-os biztonsággal nem. 100%-os biztonság még az óvszernél sincs, tehát nyilván igazad van, értelek, viszont ezek statisztikai hibák gyakorlatilag. És most igen, nagy... csak mögötte egy ember. Tudom, ezt mondom, igen, hogy emberélet van mögötte, viszont hogy összerakjunk egy rendszert, hogy működtessünk egy világot, ott statisztikákba kell gondolkozni egy ország vezetőjének is. Tehát mindig a többség érdekét kell nézni a szemben a kisebbség érdekével. Ettől tud működni egy ország. Fontosak igen a kisebbségnek is a véleményei, de most kifejezetten mondjuk, hogyha a büntetés végrehajtásról beszélünk, és az elítélt bűnözőknek a megfelelő büntetéséről, akkor szerintem a társadalom többségének az érdekét kell szem előtt tartani, és azon kívül, hogy törekedni kell arra, hogy ne kerüljenek mondjuk a villamosszékbe ártatlan emberek,
be fog csúszni szerintem is, akármilyen esettel vagy felültet. A többségi igazságérzet miatt ezek bevállalható kockázatok? Én ezt így gondolom, igen. Ez egyszerűen ilyen elenyésző kockázat, inkább úgy mondanám. Nyilván neki lehet, nem. Lehet, statisztikailag, számszakilag igen, de az az egyetlen egy szám is, az egy konkrét ember életét jelenti. Én értem, lehet, egy apát, lehet, egy anyát, lehet, egy testvért, lehet, hogy egy szerető. Ez így nagyon szépen hangzik, meg tök romantikus. Nem szépen hangzik, konkrétan ez volt, hogy lemegyünk odáig, és ha makróból nézünk rá, akkor ott egy konkrét ember élete. Oké, ha mikróból nézünk rá, akkor a halálsoron csak olyan erőszakos bűnözők vannak, akik megöltek valakit. És akkor az, akkor így megint a... Ami jóvá tehetetlen bűn, nyilvánvalóan. Igen, a társadalmi igazságosság szempontjából viszont ez azért nehéz téma, mert akkor az az üzenet, hogy az elítéltnek, aki elveszi más életét, az ő élete többet ér, mint azé, akit elvettek. Tehát, és tényleg... Nem, hanem, hogy felteszem az állam, ami nem hajt végre halálbüntet, és nem akarja ugyanazt a becstelenséget elkövetni, amit az a bűnelkövető megtett. Azért mondom, érv minden érv, mindegyik oldalon van. Tehát így kifejezetten nem vagyok halálbüntetés párti, én is inkább spektrumon gondolkozok. A halálbüntetés jobb szerintem, az érvek százalékos arányát nézzük, mint a nem halálbüntetés, az élet, a tényleges életfogyt, de itt úgy se lesz, tehát, hogy ez egy ilyen tök jó elméleti vita, meg lehet itt róla beszélni, meg egyetlen. A társadalmi támogatottság megvan hozzá. Itt az a kérdés, hogy kívánatos-e. Kívánatosnak nem, de meg azért szívére teszi mindenki a kezét, azért megérti, hogy oda kiket küldenének a halálsorra, és egyetlen egy köncsepet nem ejtenének, még akkor se, hogyha annak a nem tudom, aki a martfűrémnek, vagy ilyen jellegű gyilkosoknak mondjuk van egy anyja, vagy egy gyereke, vagy valaki. Tök jó, meg igen, lehet erre gondolni, de ez az érzékenyítés része. Hát nem tudom, borzalmas lenne egy olyan államban élni, amelyben egyébként a halálbüntetés egy létező intézmény. Ott van Amerika, a demokrácia. De megértettem az álláspontodat. Azt akarom megkérdezni, hogy itt a szerkesztésben volt egy kisebb vita arról vonatkozóan, hogy vajon te a politikai spektrumon hova húzhatsz a pártpolitika szintjén. Nem azt akarom megkérdezni, hogy hova szavaztál április 3-án, de azt lehet mondani, hogy a nézeteidhez a Mi Hazánk áll a legközelebb? Nem. Ez, nem tudom, kitippelt a Mi Hazánkra a szerkesztőségből, nem. Nem, de ezt mondom, hogy én így kifejezetten... Tehát én, nem szimpatizálsz velük jobban, mint más jobboldali pártokkal? Nincs olyan sok mondjuk? Semmelyik párttal nem szimpatizálok. Egyel sem? Nem, ügyek mentén és gondolatok mentén úgy egyet tudok érteni, és én azt mondom, hogy a mostani palettán nem igazán volt olyan, ahova be lehetett, hogy mondjam, józan megfontolt mérlegelés után behúzni valahova az X-et nem lehetett. Úgy be lehetett húzni, hogy elvakult pártállás alapján berakod valahova, vagy befogod az orrod és úgy szavazol valahova, úgy lehetett. Az is kérdeztem ezeket a politikai kérdéseket, mert van néhány olyan ügy, amelyben kifejezetten baloldali álláspontot képviselsz, például a lakhatás kérdésében számtalan posztotok szólt arról, hogy mennyire lehetetlen ma Magyarországon megfelelő lakhatási körülményekhez jutni. Ugye részben a Csokot is kritizáltátok, mint egy igazságtalan állami intézkedés, ami túlságosan egy szűk társadalmi csoport számára teszi lehetővé a lakáshoz jutást. Az Airbnb-t is kritizáltátok, és az is egyébként ilyen szempontból egy kisebbségi álláspont, tehát nagyon kevesen vállalnak ilyen típusú vitát, és egyébként nagyon erőteljesen tematizáltátok, hogy a saját fogyasztó közönségetek, tehát hogy a 20 évesek körében mennyire elképzelhetetlen az a helyzet, hogy saját lakáshoz tudjanak jutni. Szerinted intenzívebb állami szerepvállalás szükséges volna-e a lakhatási válság enyhítésében? Szerintem igen, és nem csak a csok meg, de nem csak a fiataloknak, a családalapítók tekintetében. Például most olvastam egy tök érdekes könyvet, azt hiszem a Malcolm Gladwell-nek a kutya szemszögéből a hajléktalan kérdésnek a megoldásáról voltak ilyen amerikai példák. Megint statisztika, hogy egy hajléktalannak, hogy itt egy lakás havi ingyen odaadjuk, mondjuk önkormányzati lakás, az költségarányosan sokkal kevesebbe kerül, mint a hajléktalant 3 naponként összeszedni a detoxikálóból. Tehát, hogy ez itthon is működhetne, tehát annyi... Szociális szakemberek mondják is, hogy a hajléktalan ellátórendszernek a finanszírozás helyett inkább az elsőként lakhatást kéne támogatni. Igen. Ezzel akkor te ezt tudsz azonosulni, azt mondod? Nagy ez a hajléktalan részével? Igen. Szerintem igen, mert őket biztos, hogy lesznek olyan rétegei, akiket nem lehet visszahelyezni a társadalomban, ők már túl messze mentek azon a ponton, de igenis én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy részüket vissza lehetne helyezni a társadalomba, és ha kapnak megfelelő perspektívát, hogy mit lehetne kezdeni az életükkel, akkor nem a napi tarhálás, meg a saját ürülékükben fetrengésbe rúgva lenne az egyetlen életpályamodell, amit el tudnak képzelni. De nyilván ez a hajléktalan kérdés. A másik, hogy igen... Ezért ez valószínűleg, hogy mondjam, egy rendkívül szűk szelete az utcai hajléktalanságban élőknek,
Hát nem tudom, te merre szoktál járni. Én a keleti mellett lakok, és én most le lehetne írni szépen. A keleti mellett nyilván többen vannak. Igen, a, egyébként tudom, a emberek nem csak a keletinél találhatók meg, hanem igen, az összes kerületben, és legtöbbször egyébként észre sem veszük föltétlenül. Igen, a szociálisan érzékenyek mindig mondják, hogy az összes hajléktalan az 4 diplomás tanár, aki amúgy csak olvasgat. Ez egy marginális kisebbség. Mondok, azt mondom, hogy én végzek utcai szociális munkát, és én látom azokat az embereket, akik adott esetben hajléktalanságban élnek, meg nem mondanád, mert tisztes polgári öltözetben egyébként jelente az utcán az idejüket, mert nincsen lakhatásuk. Őket ez nagyon segítené, akiket meg én mondtam, akik egy szűk, akkor legyen kisebb, tehát én akkor elfogadom, hogyha te csinálod a fieldworkot és ott vagy, akkor elfogadom, hogy akkor ez egy kisebbség legyen, viszont mégis ők okozzák a problémának, összes ilyen konfliktusnak a 80-90%-át. Akkor igenis velük kell inkább foglalkozni. Őket nem hiszem, hogy egyébként vissza lehetne helyezni így a társadalomba. Mondom, akik már túlmentek azon a ponton, hogy itt el tudjanak képzelni mást is, mint azt a létezést, őket biztos, hogy nem, de egy próbát szerintem még ez is megérne. Amennyi üres lakás, üzlethelység mondjuk a belvárosba áll. Te amennyit investált ez a társadalom eddig a oligarchia fenntartásába, talán esetleg egyszer-egyszer megtehetné ezt a reménytelennek minősített polgártársadalmat. Igen, csak ugye van egy elméletünk ezzel kapcsolatban, ez nem tudom mennyire állja meg a helyét, de szerintem egy tök jó ilyen kis gondolatkísérlet, hogy igazából a hajléktalan kérdés az nem csak nálunk van, hanem az egész világon, ezt az államoknak úgymond az a fontos, hogy ott hagyják a hajléktalanokat, ez most így nagyon csúnyán hangzik, mert hogy tudjad azt, hogyha nem az ő játékszabályaik szerint játszol, tehát hogyha nem fizetsz adót, hogyha nem vagy rendes családapa, ha társadalmon kívülálló személy vagy, aki lázadozik mondjuk az állammal, akkor oda kerülsz igazából, és oda tudsz kerülni. Tehát hogy a hajléktalanság mint egy ilyen elrettentő példa van szerintem a világon. Tehát ilyen, most nyilván ilyen nagyon alufólia sisakosan hangzik, hogy valakinek az érdekében van. Nem. Az a mélyen egyetértek egyrészt, hogy lenne is pénzre, másrészt meg azzal is egyetértek, hogy nyilvánvalóan nagyon jöjjön a mindenkori államhatalom az, hogy be tudja mutatni azt, hogy mennyire szolidaritás hiányos adott közösség, és hogy mennyire könnyű elveszteni azt a minimális egzisztenciát is, ami a méltósághoz szükséges. Abszolút. Igen. Hát akkor meg itt a kérdés, igen, az államnak lenne a nagyobb szerepe, de aztán, hogyha rájössz, akkor az állam, tehát nem készültek még ilyen emberkísérletek, de lehet, hogy az jön neki, hogyha felszámolnák a hajléktalanságot Budapesten, akkor egyszerűen ilyen, vagy bármelyik országban, akkor anarhiába süllyedne a társadalom, vagy teljesen a mindenkori kormány az így. Hát, ha csak a hajléktalanságot próbálnak, akkor az valószínűleg gyarságtalanság élményt szülne sokakban, tehát nyilván itt a lakhatási válságban érintett széles tömegeknek kellene a vizes lakástól kezdve az elégtelen lakáskörülményekig nagyon sok mindent megoldani. Igen, megint csak a statisztika, ez ilyen a háború civil áldozata, most a fiatalok lakhatási válsága, aminek egyébként én is, tehát oké, nem vagyok fiatal, de én is azért eléggé a pénztárcába kell nyúlni, amikor vennék mondjuk egy házat vagy lakást. Nyilván. Tehát ugye a balosokat mindig azzal szokták ekézni, hogy hát mondjatok jobbat, mint a kapitalizmus. Ugye azért szerintem a legtöbb baloldali alapvetően a kapitalizmus szabályozását veti föl első lépésként, hogy azért az is már egy hatalmas erőlépés lenne, ha elfogadnánk azt, hogy nem kizárólag csak a piac törvényei képesek szabályozni mondjuk egy társadalmi berendezkedés alakulását, hanem például más típusú közösségi megfontolások, állami beavatkozás és így tovább is lehet, és az önmagában még nem sztálinizmus. Nem, én azért mondom, hogy én nem akarok véletekbe gondolkozni, tehát nyomjuk kapitalizmusba, aki többet dolgozik, vagy ügyesebben dolgozik, az keressen többet. De az állam részben, tehát mondjuk a rászoruló rétegeket jobban támogassa. Mondjuk a családi pótlékon emeljenek, ami nem tudom hány éve nem emeltek már. Csak egyetlen egy példa. Azt mindenképpen tapsoljuk meg azért ezt a fiatalembertől. Már csak azért is, mert itt ültök most már lassan 2 órája. Nagyon izgalmas témához érkeztünk, Máté. Mert az van, hogy az nem igaz így önmagában, hogy kizárólag ortoszexista mémeknek és szövegeknek lennétek a szülőgazdái, de azért ez elég dominánsan jelen van a működésetekben, és közben meg például az ilyen celebritásokat, mint mondjuk a Sebestyén Balázs, ilyen tök elvszerűen kérdezitek föl és külditek el a búzsba a szexista megnyilvánulásai miatt. Szóval hogy van ez? A kocsmátokban konkrétan tudatosító szövegek vannak arra vonatkozóan, hogy a lányok mitől féljenek, menjenek csoportosan vécére, ne hagyják egyedül a poharukat, féljenek, vagy adott esetben legyenek tudatosak azzal, hogy a férfiak, pláne hogyha fölöntenek a garatra, akkor kiemelt veszélyforrás lehetnek. Tehát egyrészről ez, másrészről meg olyan mémek tömkelege, amit én, amikor előbb hozták a szerkesztők, én nehezen hittem el, hogy ezt valaki
komolyan, fölvállaltan kitette a saját üzleti profiljára. De mire gondolsz? Tehát akkor nézzük meg. Na, hát... Ott van az első, hát nők, mikor úgy beszélsz velük, mint akikkel a seggedet törlöd, és egy hát nagyon kínálkozó lány képét lehet látni a mém alatt. Ez pont ugyanaz, mint az alkoholizmus, ez egy nyilvánvaló, tök egyszerű sztereotípia reflektálsz, hogy a csajok az iránt érdeklődnek, akit nem kaphattak meg, és aki nem érdeklődik iránt. Mert a csávók nem. Én nem ezt mondtam. Akkor miért nincsen csávós mém? Mert a nőknél sokkal jellemző ez a sztereotípia. Jaj, Máté. A csávók azok nem szoktak. Mi azt mondja, a nőknél ez jellemző? A csajok nem a jó fiúkat kedvelik, akik loholnak utánuk, hanem ők a rossz fiúkat kedvelik. Legalábbis ez a sztereotípia, hogy ez igaz, vagy nem igaz, azt majd eldönti mindenki. De ti azt a döntést hoztátok, hogy ez igaz? Ezt nem mi hoztuk el, mi reflektáltunk egy ilyen társadalmi jelenségre. Sztereotípiára, amit megerősítettetek ezzel a mémmel. De mi, hogyha rámutatsz egy sztereotípiára, akkor megerősíted mindenképpen? Akkor már nem lehet beszélni semmi. Elismerőleg bemutatjátok ezt a sztereotípiát. De mi ebbe az elismerő? Ez egy jelenség, egy tény, ott van. A tény az, hogy megcsináltátok. Az, hogy a nők így viselkednek, abban semmi tényszerűség nincs. A sztereotípiák azért alakulnak ki, mert sok helyen a világ különböző pontjain is megjelenik ugyanaz a jelenség, mondjuk, hogy mint ez a méme, hogy a nők érdeklődnek az iránt, aki nem tanúsít érdeklődés felé, vagy tényleg úgy beszél velük paraszt módon, tahó módon, a ismerős a kép mindenki előtt, a tahó bunkó, akire tapadnak a nők. Ez egy jelenség, egy társadalmi jelenség, mert a nők egyszerűen nem szeretik azt, a tepernek utána. Ezt okay, nem mi találtuk, ez így van. Megítésed szerint ennek van valóságmagyarázó ereje ennek a mémnek. Ha most a szexizmus alatt azt érted, hogy a nők, mint társadalmi kategória erre egy humort építesz, akkor szexista a mém, igen. Hát várjál, tehát ha itt megállhatnánk, akkor még egyébként egyszerűen a helyzet, hogy nézzük meg a következő mémet. Amit a nők hisznek, hogy csinálni fognak, akkor, ha összeomlik a gazdaság, ugye itt a éhezők viadalában látunk egy warriort, és akkor valójában, amit tényleg csinálnak majd, ha összeomlik a gazdaság. Várnak a buszra, hogy mehessenek a... Uh-huh. Uh-huh. Szerintem nem én készítettem a mémet, szerintem itt az alkotó, akkor mondom, hogy mire gondolhatott, ami miatt ez... Elmondtad. Ami miatt ez vicces lehet, az az, hogy a prostitúció az egyik legősibb szakma, amire minden társadalmi korban, helyen és időben szükség és igény volt. Tehát azt mondta, hogy ez igazából a férfiakról szól, hogy háború esetében nem harcostársként fogják maguk mellé emelni a nőket, hanem kirakják a szérűre, hogy akkor ott keressék meg a... A nők ne harcoljanak a háborúban, nyilván akkor most meg hímsonvízta vagyok, hogy a férfiak menjenek. Az ukrán nemzeti frontnak mondd el, de... Tehát értem, igen, itt bele lehet azt is látni, de én inkább azt mondanám, hogy talán várnak a buszra. Ami nem jön, mert ugye világválság, vagy gazdasági válság van. Micsoda megfejtés. Jó, hát akkor kíváncsi vagyok, hogy a következővel kapcsolatban milyen típusú megfejtésed lesz. Még ismerek is nem egy ilyen embert. Tehát, hogy milyen embert ismersz, Máté? Hát ez a tipikus, amit a Hollywood elhitetett, a karrierista nő, aki csak a karrier, a egy éjszakás akármik, és amikor már kikosaraztam mindenkit, aki családot akart, mert már 40 évesen meglett a karrier, meg amit tényleg szeretnék, az élettől szakmai szinten, akkor most már tényleg kiéltem magam, most jöhetne valaki normális. Aha. Ez létezik. Na most Máté, az értem, ehhez hogy képest, amit most elmondtál, itt az van, hogy két szemetes láda van megfeleltetve kiraktunk női vaginákkal. Oké, volt ilyen mém kirakva. Az egyik vagina szűknek van ábrázolva, a másik tágnak. De ebbe belelátni vaginát, az az igazi szexizmus. Aha. Tehát, hogy valójában a mém értelmezője a rossz, a ti szándékaitok azok felvilágosultak és igazságosak voltak. Én inkább azt mondom, hogy ebből a mémből, ami mondjuk ez a szöveg, de a formátum ugyanez, abból volt több fajta isten. Az biztos. Volt, amin a szendvics volt, és egy kicsit jobban kilógott például, vagy ilyen. Ez, és tök érdekes, nézd meg nyugodtan egy ilyen posztot, hogy kik lájkolnak, és tele lesz nőkkel. Tehát ez egy létező jelenség, ezt nem rajtam kell számon kérni.
bele lehet mondani, ez vulgáris, ez bunkó mém, ezt aláírom. Bocs, én nem azt kérem számot, tehát azt, hogy emberek tudnak azonosulni sztereotipikus, adott esetben kifejezetten szélsőségesen gyűlöletkeltő mémekkel, viccekkel, stb., az egy dolog. Itt az a kérdés, hogy miért éreztétek szükségesnek azt, hogy egy alapvetően az alkohollal, alkoholfogyasztással, a klerikális, nem tudom, rendel szembeni kritikátok mellé a nőkkel szemben egy ilyen típusú vizuális beszédmódot létesítsetek és alkossatok meg? Mert azért, mert mi azt gondoljuk, hogy a humorban ott a halála, amikor nem lehet valamivel viccelődni, és a humornak lesz ilyen szent tehene. Tendenciózusan nők kárára vicceltek. Férfiak, mert a nőknél ezen lehet viccelődni, a férfiaknál meg kevesebb, szerintem a nőknél több, ezt a nők is tudják, több dolgon lehet viccelődni, mert nyilván ők ki lehet sarkítani nagyon sok olyan pontot. A férfiaknál azt lehet kisarkítani, hogy ők előbb halnak meg, és olyan mémeket szoktunk kirakni, hogy leesik a létrán, meg mindig hülyeségeket csinálnak. Tehát vannak ezek a pontok, amiket ki lehet sarkítani minden a nőknél. Tipikusan ez, hogy igen, minden újukra üt egy csávó, de amikor már kéne az igazi, akkor kiélték magukat. És ez a kapuzárási pániknak az egyik ilyen bemutatása. A férfiaknál azért ez nincs, tehát a férfiaknál nem jellemző a kapuzárási pánik, a nőkre jellemző a kapuzárási pánik. Most az, hogy mi egy mémbe ezt bemutatjuk, attól nem szexisták leszünk, hanem bemutatjuk a valóságot. Máté, én próbálok hallgatni téged, de az a baj, hogy nem tudom nem úgy érteni a szavaidat, mint hogyha benned lenne egy ilyen nagyon-nagyon mély megbántottság vagy sérelem a nőkkel szemben in general. Nekem nem a nőkkel szemben van megbántottság érzés, hanem azzal van, hogy kirakunk egy mémet, amin nőket ábrázolunk, akármilyen helyzetben. Nőkkel poénkodunk, akkor azt számon kérik rajtunk. Hanem női testeket redukáltok le a nemi szervükre, és ez alapján feltételeztek róluk ilyen vagy olyan magatartásokat. Igen, ez a makronézet, amin... Makronézet, ez a konkrét nézete ennek a mi. De ez a kapuzárási pánikot mutatja be. Most értem én, hogy bántónak találhatja ezt több ember, köztük gondolom te is, de ez egy mémen mutatja be, hogy a kapuzárási pánik az egy létező jelenség. Azt, hogy bemutatja... Kormányszóvének jelenet, komolyan mondom. Ebből a mémből a kapuzárási pánikot kihozni... De hát mert micsoda? Tehát ez azt jelenti. Tehát... Hát tegye fel a kezét, aki a kapuzárási pánikra gondolt, mikor meglátta. Na jó, de azt látom. Jó, hát van még azért ebből, nézzük meg, hogy honnan jött. Na ezt mondom, én nem is erre gondoltam. De itt azt kell érteni, hogy van az egyszerű, olcsó commerce Mekis burger, meg vannak az értékelt... Máté, tehát, hogy azért nézzük, burgerek. Bocs, Máté, azért nézzük egymást teljesen hülyének. Tehát az a kérdésem, hogy szerinted kívánatos az, hogy ilyen módon beszéljen egy nagy elérésű mémoldal a nők tömegeiről? Hát a kétféle nő létezik, akkor nem a tömegéről, hanem az összes nőről beszélünk, aki mindenki eldönti, hogy hova sorolja magát, a gagyi commerce burgerhez, vagy az értékes kézműves burgerhez. De amit előbb mondtam, arra tudok reflektálni, hogy igen, ez egy ortó poén, de ettől még egy poén. És onnantól kezdve, hogyha elkezdünk poénokat cenzúrázni, meg amit a baloldal csinál, hogy akkor meghúzzuk, hogy mivel lehet viccelni, meg mivel nem, és akkor az Amy Schumeren hahotázni nem, kell, de bocs, a férfi humorista nem. Azzal viccelsz, amivel akarom, én csak szeretném, hogyha viccelsz valamivel, akkor vállalnád annak a következményeit. És például mi a következmény? Az a következmény, hát azt, hogy most itt szexistának bélyegzel engem, vállalom. Ez szerintem meg nem szexista. Attól, ha... Most akkor szexista vagy nem vagy szexista? Szexistának bélyegzett, de én meg nem tartom magam szexistának attól, hogy nőkön poénkodunk, egy nőknek szóló poénnal, mondom. Nem nőknek, ráadásul azt mondod, hogy ez mondom, nézzétek meg az ilyen a nőkkel kapcsolatos mémeknek a komment szekcióit, hogy kilájkolták a posztot, és 80%-ban nők, ezen nem a férfiak nevetnek. Ez a nőkben is ugyanúgy egy széles spektrumon mozognak, és igenis, nagyon sok nő szereti az alpári ortó humor. Bocs, azt szerintem egy nagyon izgalmas kérdés, és tényleg nagyon izgalmas, hogy nők miért azonosulnak az ilyen típusú abszolút degradáló humorral, és hogy miért érzik adott esetben azt, hogy nekik a lájkolásukat vagy a tetszésüket kell kifejezni ezzel kapcsolatban. Simán lehet, hogy tetszik nekik, el tudom képzelni, simán lehet az is, hogy egyfajta azonosulás miatt teszik ezt, nem tudom, nem, ez megérne egy kutatás, abszolút érdekesen. Én csak azt kérdezem, hogy te, mint a legnagyobb elérésű Facebook oldal működtető, nagyon sok aspektusáról beszéltünk ennek a kérdésnek, nem érzed ízléstelennek azt, hogy ilyen fogalmazásmódot engedsz meg magadnak a nőkkel szemben? Én inkább azt mondanám, hogy szerintem ez a mém ez tök régen ment ki. Tehát, hogy de ki ment? Miért ment? Kiment. Mondom, amit mi is mondtunk, hogy azért mi is átmentünk egy elég nagy személyiségfejlődésen és a Tibi atyával együtt karakterfejlődésen. Ez egy hiba?
Én nem azt mondom, hogy hiba, de azért tényleg kitöröltünk egy csomó régi mémet például, amit így visszatekintettünk, és én nem tudom, mikor ez a mém, de az, hogy nem az elmúlt két évből van például, azt garantálom. De kitörölnéd ma már? Azt nem mondom, hogy kitörölném, mert föltettem az internetre, ott van, maradhat, nem raknám ki újra, inkább azt mondanám. Jó, nézzük meg az utolsót. Hát ez a LOL, Laughing My Ass Off, most nagyon vicces volt a kocsmázás. Aha, hát ugye ez különösen azért érdekes, mert ugye itt valóban a péntek esti kocsmázásra utaltok. De tényleg, igen. És ugye a saját borkápolnátokban meg arra figyelmeztetik a nőket, hogy mire vigyázzanak azért, hogy ilyen bűncselekmények áldozataival ne válhassanak. Miért bűncselekmény? Hát nézd, én azért azt, onnan, de ez most azt a Barbie babát, ha jól látom, az ánuszával kiforgatva, félbevágva láthatjuk, míg az előző képen pedig hát nyilván, láthatóan de földíszítve. Fölteszem, valami történik ezzel a Barbie babával, de péntek este és szombat reggel között, és azt hiszem, hogy ez nem válik a hasznára, de meggyőzhetsz az ellenkezőjéről, nem tudom, hogy hogyan fogsz, de kíváncsi vagyok rá. Akkor értelek, igen, bele lehet látni azt, hogy két darab lóval ketté tépték, utána meg kútfúróval kitágították. Nyilván bele lehet, inkább meg azt mondom, hogy igen, ez a könnyű vérű péntek este elmegyek szerezni egy izét. Akit meggyilkolnak és feldarabolnak. Ez miért meggyilkolnak? Most oké, hogy nincs, ha ott lett volna Barbie teste, akkor azt raktuk volna ki, ez a kép az így kering a neten, hogy van egy ilyen alsó fél, kicsit meg van tágítva. Mindegy, a mém üzenete... Hát ez az egy normál péntek este, ami belefér. Nem ezt mondtam. Vannak ilyen lányok, és itt, amit mondtam, hogy biztos magukra ismernek, akik igen, azért járnak el szórakozni, mert könnyűvérűek, és akkor ez lesz. És csávóból is egy csomó ilyen volt, amikor például valami szénnégett virslivel poénkodtunk, hogy a Tinder randi után így néz ki a farkat. Az meg a csávókra nézve cink, hogy igen, van egy társadalmi osztály, ez egy szubkulturális poén, igen, egy réteg humor, akiknek ez a mindennapja, hogy elmennek és csávóznak, meg van, akik elmennek és csajoznak, azok, ez egy bemutatja a jelenséget. Nyilván tényleg így megnézve nem szép, meg tök érdekes, hogy nekem még sose fordult meg az a fejembe, hogy miért van ketté vágva, neked meg az az első gondolatod, hogy miért van ketté vágva. Hát te bocsánat, lehet egy emberi testet imitáló műanyag darabról beszélni nyilvánvalóan, de hát azért, hogy mondjam, általában emberi testek maguktól nem válnak ketté. Valami erőszakos behatásnak történnie kell. És nyilván erre is utaltok, hogy ott valamilyen módon a buli túllépett azon a határon, ami elfogadható. Önmagában egyébként engem nem érdekelne az, hogy egy ennyire ízlés. De túllépett a határon, de ez nem egy nemi erőszak. Nem érdekelne, hát azért bocsáss meg, mitől, na jó, most ebben ne is menjünk bele részletekbe menően. Önmagában tényleg nem érdekelne az, hogy milyen ízléstelenségeket tesztek ki a Facebook oldalatokra, de nem értem azt a típusú ellentmondást, hogy egyrésztről tudatosítani akarjátok a kocsmátokba járó nőket arra vonatkozóan, hogy milyen típusú erőszakcselekményektől vigyázzanak, és mit tegyenek praktikusan azért, hogy az ne történjen meg velük, a másik oldalon pedig a Facebook oldalatokon ebből üsztök viccet. Akkor visszatérve az előzőre, hogy szerintem ez se mostanában lett kitéve, de értem, amit mondasz, tehát kitettük, felvállaljuk, kitettük. Mondom, még egyszer, mi ebbe a társadalmi jelenséget vállaljuk bele, itt nem a nemi erőszak áldozatain poénkodunk, itt a könnyűvérű lányok a poén tárgyai. Akik erőszak áldozatai. De miért lesz? Erőszak áldozata? Hát de most, ez egy most konszenzuális, szexuális együttlét is lehetett volna, csak mondjuk valaki az átlagnál nagyobb mérettel rendelkezett. Láttam videókat az interneten. Én, ha ránézek, nem egy félbevágott hullát látok, akit megerőszakoltak. Az, hogy sem azokat látja? Én nem tudom, az, hogy te egy félbevágott női hullát látsz, akit megerőszakoltak, az nem velem kell megbeszélni. Átmentünk egy ilyen művészettörténeti óra keretébe, és beszéltünk arról, hogy a kép és az ábrázolt és annak a megjelenítése az mit jelent, de hát azért itt, hogy mondjam, objektíve látható, hogy hiányzik ennek a babának a fele. Értem, de nem az az üzenet, hogy nemi erőszak előtt meg izé a ketté vágva a nemi erőszak után. Jogos. Legközelebb, hogyha valami ilyesmi jellegű mémmel találkozunk, mert ezt a képet nem én fotóztam, akkor majd oda photoshopolunk valami testet hozzá, hogy akkor ez ne lehessen. És akkor visszatérve, mintha lenne teste. Mit ad hozzá ez a Tibi atya brandhez, hogy ez a humor forrása nálatok? A brandhez önmagához semmit. Tibi atya, mivel nálunk nincsen humor szent tehene, mindenhova lövünk, minden társadalmi osztályt
nem szégyelkezünk senkire beleállni. Ezt mondom, a könnyűvérű nőket támadja nekünk. Amikor elkészült ez a mém, senkinek nem fordult meg a fejébe, hogy ez arról szóljon, ami. Igen, bele lehet látni mindent, bele lehet látni szexizmus, bele lehet látni azt, hogy mi arra buzdítjuk ezáltal az embereket, és akkor majd reméltem, hogy mutatsz valami statisztikát, hogy hány nőt vágtak félbe, amióta kiment ez a mém, de hogy nem ez az üzenete. De bocs, tehát hogy én nem azt állítom, hogy bármilyen típusú erőszakcselekmény az közvetlenül miatt, ami miatt történne meg. Tudom, csak forgattam az előző. Én csak azt állítom, hogy a közönségetek szempontjából kulcsfontosság, hogy Tibi atya milyen kulturális mintákat erősít meg, és igenis a fiatal fiúkat ebben a társadalomban abszolút érzékenyíteni, edukálni, és így tovább kell annak érdekében, hogy mi az a bánásmód, mert borzasztóan toxikusak a mintáink, és az egész média környezetben is borzasztóan toxikus minták áradnak felénk, hogy hogyan kell egyébként például mondjuk konszenzuális szexuális kapcsolatot fenntartani. Én nem látom ebben a mélyben, hogy ez ehhez hozzájárul. Én sem látom, de most konkrétan így Tibi atyám, most az a nem tudom hány dolog, amit számon kértél. A Tibi atya az egy mém oldal, ami görbetükröt tart társadalmi jelenségeknek. Szerintem ez a mém, ez mondom, hogy ez is legalább 2 éve ment ki mostanában. 2017-es. 5 éve ment ki. Jó. Úgy mondom, hogy mostanában... Aki kerülhetne egy ilyen? Nem. Tehát ezt nem engednéd ki? Biztos, hogy nem. Tehát azért mondom, hogy nem viccből mondtam, hogy ezek nem mostanában mentek ki. Voltak ilyenek, volt egy csomó, amit le is töröltünk. Remélem, azok nincsenek lementve. Voltak ennél durvábbak is, de mondom, hogy 2017 az még nem a szójbolykodásnak az ideje volt, amikor mindenki mindenem megsértődött, akkor ezt még a nők is poénra vették. De én nem megsértődöm, én csak azt mondom, hogy olyan társadalomban hetente egyszer párkapcsolati erőszak áldozata lesz egy nő. Meg férfi. Tehát azért ne bagatelizálj. Férfiak esetében ez nincs olyan gyakorisággal, mint nők esetében, a nők esetében ez hetente egyszer megtörténik, és nagyon nagy a látenciája a nők sérelmére elkövetett bűncselekményeknek. Szóval egy ilyen társadalomban szerintem nem tagadhat, én nem azt mondom, hogy ti ösztönzitek a bűnelkövetést, de hogy relativizáljátok ennek a bestialitását, azért az nehezen tagadható. Mondom, aki nem erőszakot lát, az nem az én készülékemben van a hiba szerintem. Én értem, hogy te nem erőszakot akarsz belelátni, meg még esetleg más bűncselekményeket, én ebben más látok bele. Akkor azt mondod, hogy ezt többet árul el rólam, mint rólad? Előbb is mondtam, szerintem igen. Okay. Viszont szerintem a legfontosabb gondolat az, hogy ez 5 éve került ki, és hogy mostanában már nagyon nincsenek ilyen poénok. Ez egyrészt a mi jellem és karakterfejlődésünk volt, a másik meg ugyan, amit mondtam korábban, az algoritmus is most már ezeket nagyon beszabályozza, tehát hogy nem szabad és nem is akarunk ilyen poénokat kitenni, mert egyszerűen annyi ember sértődik meg a dolgokon. Lesz-e Tibi atya vala a mozgalom, vagy még inkább párt? Hát, ez egy nagyon jó kérdés, nem tudom. Még nem gondolkoztunk erről. Vagyis, bocsánat, kizárni nem tudod? Kizárni nem tudom. Az látszik, hogy van igény arra a gondolkodásra, amit képviselünk. Azt tökre el tudom képzelni, hogy azt, amit mi tudunk képviselni itt Magyarországon, amire tényleg nagyon nagy igény van, hogy kicsit objektívan kiemelni mindenhonnan a jót, nem szekértáborosodni és sarat dobálni a másikra, hanem igenis elismerni azt, hogyha valaki mást jól csinál. Tehát erre van egy nagyon nagy lyuk, ami most kialakult. És ez nem csak most alakult, hiszen már 2018-ban is ez egyszerűen ezért nem működött ugye az összefogás sem, már akkor sem. Meglátjuk, én semmit nem zárok ki. Én szeretnék jót tenni ebbe az országban, nekem már az elmúlt években is azért mondtam, hogy ez tök régi, szerintem ilyen 2020, főleg a Covid óta így a munkásságomat az vette át, hogy én szeretnék valamit jól csinálni és edukálni az embereket, és azért nem is kerülnek mostanában ki ilyen mémek ennek ellenére, vagy hát ezzel szemben inkább sokkal több társadalmi kérdéssel, kulturális kérdéssel, vagy akár én mondjuk a saját vonatkozásomban, akár mondjuk a blokklánc és kriptovaluta kapcsán edukálni az embereket, tehát hogy valamit azért segíteni és visszaadni. Úgyhogy ha ez azt látjuk úgymond ugródeszkaként, hogy egy szélesebb társadalmi támogatottságot tudunk kapni, és mondjuk jót tudunk azzal cselekedni, akkor nem zárom ki azt, hogy ebből egyszer majd egy mozgalom legyen. Most azt, hogy pártot csinálni, azt így nem tudom, nem álmom. Benned van politikai ambíció? Hát ezen gondolkoztam sokat. Ilyen frontline-os politikusként semmiképpen. Tehát azt így nem annyira szeretném, hogy így ott lenni az élvonalba, de azt így simán el tudom képzelni, hogy ilyen vises habony Árpád, vagy nem. Tehát, hogy
Tehát, hogy így a hát... Ő a példakép? Tehát ő az a szerepkör, ami ő az leginkább a... tudnál azonosulni? Nem, ő a legegyszerűbben felidézhető példa, aki ismert mindenki számára, itt a nevetésből is lehetett hallani, hogy őt úgy, tehát, hogy ott van a pártban egy fontos ember, de hogy mégsem ő van a vonalban. Tehát én is inkább valamilyet tudok elképzelni, hogy nyilván nem akarok totum-faktum lenni, hogy mindenhez értsek, de mondjuk... bizonyos szektorokba nagyon szívesen együtt működnék abból, hogy mondjuk a fiatalok mentális egészségén dolgozzak, és látom, hogy milyen problémák vannak, és arra mondjuk valamilyen megoldást javasoljak. Tudom, hogy a Dömi nem ül itt, de érdekel, hogy te mit gondolsz erről, azt jól sejtem, hogy a Dömiben komolyabbak a politikai ambíciók, mint benne? Tehát, hogy lehet, hogy ő elő fog ilyen szempontból váltani? Nem hiszem, hogyha valamit csinálunk, akkor úgyis együtt fogjuk csinálni. Ez egy erős szövetség. Igen. Nem sok erős szövetségem van az életben, inkább kevés, de hogy ő az egyik, aki... A legmeghatározóbb? Aki együtt átmegy annyi bajon, és átvészelik, és megoldást találnak, és tudnak előre menni, és szintet lépni, megkérdőjelezni önmagukat, szembenézni azzal, hogy régen mit csináltak, és reflektálni is rá, még ha így csak így viccesen is, azért mellé tettem, hogy most már ilyeneket nem csinálni, vagy ilyeneket nem raknánk ki. Szerintem igen, ez egy olyan fontos szövetség, ami... oda is együtt visz majd el minket, hogyha megérkezünk majd. Csak az zárásként, ugye 2018-ban és 2022-ben is nyilvánosan bocsánatkérésre szólítottatok fel engem a választási kudarcban, győzelemben, ugye melyik oldalról nézi az ember, a játszott szerepemért. Elmondod, hogy mi a kritika? Nem én szólítottalak föl, de egyetértek vele. Szerintem a kritika az csak az, hogy amit nem véletlenül mondtuk 18-ban, hogy nem fog működni ez az ellenzéki összeborulás, ez nem működött 2022-ben sem. Ezt teljesen objektív kívülállóként mondtam már akkor is, és mondtam most is, hogy az nem működik, hogy csak bárki, csak valaki ne. Tehát az, hogy amikor... Amikor azzá zűlött a politika, az ellenzéki politizálás, hogy O1G, és bárki csak ne a Fidesz, akkor én nem, tehát olyan, amit ugye gondolom akkor, hogy te ennek az egyik szószólója voltál. Az O1G-nek? Nem az O1G-nek, hanem hogy össze kell fogni. Tehát, hogy minden áron... Oké, okay. És ezért még kell bocsánatot kérni? De mondom, nem én írtam, szerintem nem kell bocsánatot kérni. Tehát, azt mondtad, hogy egyet értesz vele. A tartalmával igen, de nem a bocsánat. Tehát azzal, hogy ez szerintem egy gond, hogy összefogásra búzítottál mindenkit, az szerintem egy gond, de szerintem emiatt azért nem kell bocsánatot kérni, mert te a hited szerint cselekedtél. Te úgy gondoltad, hogy ettől jó lesz, ettől jobb lesz az országnak. Te ezt elhitted, hogy ez így lesz. És még az is lehet, hogy bejött volna, de nem jött be. És pont emiatt szerintem bocsánatot azért nem kell kérned, mert te így gondoltad. Az, hogy most... hogy mondjam, csúnyán, most palira vettél nagyon sok embert, akikkel elhitetted ugyanígy, hogy ez működni fog, az, vagy velük elszámolni, szerintem velük felé, az irányukba egy bocsánatkérés az elférne, de én nem, mondom, hogy nem én írtam ezt a bejegyzést. Bocs, tehát most konkrétan 2022-es választáson te láttál tőlem olyasmit, hogy én agitáltam volna. Nyilvánvalóan a politikai szimpátiáimat azért nem kell hozzá nagyon nagy következtetési készség, hogy ki lehessen detektálni, de hogy őszintén a mi műsorinkban láttál olyan típusú politikai agitációt, mint amit most nekem tulajdonítasz szerepként? EPER3-ba beszélsz mindig, de hogy ezeket a cikkeket nem én írtam. Vagy EPER2-be bocsánat, tehát hogy ezt a bocsánat kérősdít például. Tehát én kifejezetten... Ezt a Dömivel beszéljen meg, azt mondod. Igen, tehát hogy én mondom, talán itt említettem is, hogy én kifejezetten szeretem a Partizán műsorait. Szerintem egy hiánypótló itt, amit csináltok, csak igen, ennek vannak rossz elemei, meg jó elemei. A rossz elemei az, hogy el lett hitetve itt egy országgal az, amit te is képviseltél, amit az Osváth Zsolt is képviselt, hogy lehet valaminek a tagadásából építkezni. Mert most jelenleg ez történt. Tegyük el ezt végszónak, és reméljük azt, hogy ez a mostani beszélgetésünk, ez a Partizán jó tevékenységé közé fog majd nemesülni a nézők által is. Máté, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és köszönöm, hogy ilyen hosszan válaszoltál a kérdéseimre. Örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, szeretnék kérni egy nagy tapsot Tóth Mátének. Köszönöm szépen. Köszönöm. Maradjatok felünk, azonnal folytatódik a péntek esti Partizán, következik a Partizán Sessions. Folytatódik a péntek esti Partizán, a Partizán Sessions-szel, a mai fellépőnk a 666 Ghost formáció. Át is adom ezt a mikrofont most, és akkor röviden arra kérlek titeket, hogy mutatkozzatok be, mert hogy ekkora népes csapat még soha nem állt a Partizán stúdiójában. Na, szóval mi gangbe vagyunk, mert minden szarság, akiket szeretek, akik itt vannak velem az elejétől fogva, Biomechanika, Béci, Dávid, barátnője Kinga, Gerim, Alex, Brónak az ikertesója, és
Végül, bro. És mindenkinek lesz szerepe a produkcióban? Ja, itt lesznek velünk. Oké. Nagyon kevés interjút adsz, a Rep.nak adtál egy interjút, és úgy fogalmaztál egy kérdéseket kis... tettek fel nekem ott abban az interjúban, hogy kapasznak Heimeresztől. De miért mi? Szóval azért én is úgy bántam velük, ahogy ők bántak én velem, érted? Most ha engem elhívnak egy interjúban, akkor normális kérdéseket tegyenek fel nekem, nem olyan fasz kérdéseket, hogy... Tehát abban az interjúban azt érezted, hogy kifejezetten nevetség tárgyában vagytok téve? Igen, és abban is voltunk téve. Attól, hogy az Eki-Eki az egy mém volt, vagy attól, hogy az Eki-Eki Börzseki vicces volt, mert azt viccnek szántuk, attól nem kellene úgy beskatujázni bennünket, hogy mi viccek vagyunk, érted? Kísérleti zenét csinálsz, és új irányvonalat szeretnél meghonosítani Magyarországon. Hogy írható le az irányvonal, vagy miben különbözik? Hát, hogy mást akarok behozni, mint amit más behozott előttem, mert vannak az old headek, vannak a trap drillesek, akik gumipisztolyjal lövöldöznek, mert minden zárság. Én nem akarok olyan lenni, mint az összes előadó. Szolnok mellé érkeztetek, Zagyvarékosan érsz, hogyha jól mondom. Igen. És egy, a Judás című dalban úgy fogalmaztál, hogy Szolnok City, nem Chicago. Arra értettem, hogy másnak nagy a szája, mert minden, nagyon Szolnokon nagyon sok az olyan gyerek, aki előadja magát, hogy ilyen-olyan komoly gyerek, közben meg érted, mit mondok. Volt egy korai dalod, aminek az első verzió így szól, rasszizmusba születtél, bassza meg a világ, rablásokat cselekszel, bassza meg a világ, nem érzed, hogy szeretnek, bassza meg a világ, ha szegénységbe születtél, akkor bassza meg a világ. Elég karcos megfogalmazás, és eléggé lényegre törő is. El lehet mondani, hogy milyen élmények hatására írtad meg ezt a szöveget? Hát ezt úgy írtam meg, hogy flow-ra írtuk meg a szövegkörnyezetet, meg minden. Nagyon sok előadó inspirált erre a szövegre engem, meg Brót is. Nagyon sok változó van, bassza meg a világ 2, meg bassza meg a világ 1, már nem tudom melyiket mondjuk, de a flow a lényeg az egészben, meg a vibe. Ugyanakkor a szövegeidben van egy ilyen zavarba ejtő erőszakos vonal is. Kérdezem, hogy ez... Zavarba ejt? Egy picit igen, azt hiszem. Milyen élmények inspirálják ezt? Mi lehet erről elmondani, erről a dűről, ami megfogalmazza a zenédet? Dűroham, hát külföldön is csinálják ezt a dűrohami szárságot. Én ezt csinálom, szeretem kiordítani magamból, inkább kiordítom magam, mint hogy neki menjek balhézni mással, ami bennem van. Maximálisan igazad van ebben, és maximálisan támogatom is ezt. Egy gyors kérdés még engedj meg, amikor arról az volt a kérdés, hogy kik az előképeid, akkor csak olyan előadókat jelöltél meg, akik már nem élnek. Hogyan lehet szerinted azt elérni, hogy egy repzenei karriernek ne az legyen a kicsúcsosodása, hogy az illető felszámolja magát? Úgy, hogy lelövik. Hát nem nagyon látom, hogy az, hogy nem felszámolás. Ez a kérdésem, hogy meg lehet-e kerülni azt, hogy ne az legyen a zenei karrier csúcsa egy repelőadó számára, hogy halált lel. Hát itt Magyarország nem Amerika. Most ha halált nyel, akkor az hype, de most nem élvezi ezt a hype-ot, amikor meghal, érted? Na jó, oké, remélem, hogy a zenéből lehet, hogy több is ki fog derülni erre vonatkozom, úgyhogy akkor tiétek a stúdió. Elmondtam mindent. Oké, tiétek a stúdió. És akkor, hölgyeim és uraim, a péntek esti Partizánban, a Partizán Sessionsben következik most a 666 Ghost.
fehér foly a testeden az állat, hogy fogalom az életnek kelljen, ez már minden fekete az állat. Ott leveszem a boxer, a kezemen az életem lepere. Érzem a vár, hogy én belülről vérzek. A fájdalom nem szűnik meg, már végzek. Anyám ne sír, nem ereszkedek térde. Bapom meg megmondta a földnek, már vége. Mindegyek, hogy minden ember nem tudják, hova te tudom. Fájban szárkod, hagyom újra, meg a kacsomat nem toba. Meg a folyatot, meg toba, arra nem egy tapa. Komra kezdj, feled kapa, plan a kocsú gyerek, felpén nyarod. Hey, ahhoz nem elég, a melkosodban fogom verni a kék. Hogy hova szeretnél, ej, itt a pengén, ej. Nyakadnál végig húzom mindenként. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ez volt a 666 Ghost, hogyha szeretnétek látni a teljes előadást, akkor vasárnap érkezik majd a Partizan Sessions Extra, abban láthatjátok az összes dalt. Ez volt már a péntekesti Partizán, nagyon köszönöm a 666 Ghostnak, a Bújdosó Triónak, a közönségnek és természetesen Tóth Mártének a kreatív közreműködést. Iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha megtehetitek, akkor fizessetek elő a Partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.